Tisztelt képviselő testület, szeretettel köszöntök mindenkit a mai munkatér szerinti ülésünkön, melynek jegyzőkönyv hitelesítőjévé Dolcsák Barna képviselőtársunkat javaslom. Ha ő is elfogadja, és mi is jóvá hagyunk, akkor egy igen szavazattal erősítsük meg. Köszönöm szépen, egyszerűen elfogadjuk, a lévintet nem szavazom. Előzetes eljelezte távol létét Nemes képviselőtársunk, Szikszai képviselőtársunk, később érkezik. A napirendi javaslat a kiküldöttekhez képest úgy módosulna, hogy az első napirendi pontban tárgyalnánk a fogorvos tájékoztatóját, a másodikban védőnőkét, a harmadikban háziorvos ügyeletét, ezáltal így az első három egészségügyi pak, és aztán folytatódna tovább a negyedik szociális szolgáltató, majd rendeletek, határozati javaslat, de még csinálhatunk egy olyat is, hogy óvodavezető asszonynak se kelljen sokat várni, hogy az ötödik lenne a határozati javaslat az óvodába történő jelentkezésről, hatodik az óvoda SMS-éről, és akkor hetedik a egyik rendelet, nyolcadik a másik rendelet, a kilencedik elmaradna a belső ellenőrzés, azt mondja, hogy egy jegyző urad ráér a közben a zárszámadáskor, jövő hónapban, és a többi ennek megfelelően menne tovább. Tehát mihelyt kellőképpen összekavartuk, remélem tudtuk követni, el tudjuk-e fogadni, vagy elmondjam újra. Köszönöm szépen. Akkor nagy szeretettel köszöntöm körünkben dr. Balogh Esztert, fogorvosunkat, akit meg is kérek, hogy tájékoztasson minket a fogorvosi ellátás 2022. évéről. Azért hagyjál a lézünket meg, hogy jól látjátok. Az ötödő mindenki kapott? Igen. Egyre több van. Még akkor majd elmesélnek oda együtt. Parancsolj. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Tehát a fogászat 2022-es évi működéséről lett egy pár gondolat. Ugye már most itt a tavalyi évünket azt nem nagyon befolyásolt a szerencsére a Covid-járvány. Volt még egy-két ugye érezhető dolog, de ilyen PCR-teszteket, illetve ilyen kifejezetten ilyen úrintézkedéseket már most nem kellett ugye figyelembe vennünk. Hát ugye nálunk itt asszisztens nővel voltak, ugyanígy ezek a fokozott sterilitásra kellett figyelni, a fertőtlenítése, higiénére. Illetve hát a pácienseket ugye mi ugyanúgy meg kellett kérnünk rá, hogy egyedül érkezzenek, ez még mindig azért nehéz volt, ugye 18 év alattiaknak, illetve azoknak, akiknek nincsen valamilyen mentális problémája, azoknak ugye nem szabad kísérővel jönni. Na hát ezt van, aki betartja, van, aki nem. Már most ugye egyre jobban vagyunk ebből a szempontból is, illetve hogy még mindig ugye az egészségügyi intézményekben és majd erre is ezért oda kell figyelni. Itt a 2022-es évben, meg inkább a 2021-ben elmaradt, illetve megkezdett fogászati beavatkozásoknak a befejezése, illetve a folytatása volt leginkább ebben az évben az, amit így csináltunk. Ugye nagyon sokaknak, akiknek PCR-teszt kellett, és nem tudtak figyelni, amit eljönni, de nem csináltatták meg. Azok ugye nem jöttek már utána a következő beavatkozásra, így ugye tavaly fejeztük be, hogy folytattuk ugye ezeket a kezeléseket. Pár statisztikát összeírtam itt a 2021-es évhez viszonyítva. Hát nagyon hasonló volt egyébként az ellátottaknak a száma a 2021-es évhez képest, ilyen 10-15 darabban volt különbség, ezt úgy értem, hogy ugye például a foghúzás, tehát a kihúzott fogak darabszámában. A mostani 2022-es évben 604 darab fogat húztunk ki, tehát ez ugye napi 3-4 darab fogat jelent. Mennyiségre jött többen érkezik. Hogy igen. De ugye érdekes, hogy ez például a tavalyi évben ez olyan 615 darab volt, tehát ahhoz képest ugye kevesebb, ez nyilván szerintem ugye a Covid miatt is,
hogy ugye ott a járványban inkább ugye sokan húzattak fogat, itt meg ugye inkább megkértünk a fogmegtartó kezelésekre, ugye ahogy vissza lehetett már most ugye PCR nélkül, illetve oltás nélkül is ugye jönni. Viszont ugye a gyökértömésben, illetve az esztétikai tömések készítésében ott is ilyen pár darabszámban volt a változás. Ez is még mindig ilyen napi 9-10 darab tömést jelent kell, ugye ez évben 1660 darab tömést készítettünk a tavalyi évben, és 168 darab gyökértömést. Tehát azért még mindig a fogmegtartó kezelések azok azért előnyben vannak szerencsére. Úgyhogy még ezen próbálunk majd dolgozni, hogy egyetlenül inkább afelé álljunk. Illetve, ami érdekes volt viszont a 2021-es statisztikához, hogy sokkal több gyerek volt, mint például tavaly. Tehát tavaly ilyen 300 pár gyerek, most pedig 447 gyerek volt, az összesen 1967 beavatkozásból. Ez ugye nem főt jelent, mert ugye nyilván, hogy van, aki ugye többször is volt, de ebből 447 beavatkozás az gyermekem történt. Úgyhogy szerintem ez is egy nagyon jó rend, hogy egyre többet jönnek ugye a gyerekek, egyre többet hozzák el a gyerekeket is, szülővizsgálatokra is, akár tejfogtömésekre is, úgyhogy ez is nagyon pozitív. Viszont iskolai fogászati szülővizsgálatot azt még megint nem tudtunk ugye a tavalyi évben sem végezni, ezt már most, még ebben az évben én szeretnék, majd itt egyeztetünk az iskola vezetőséggel, illetve ugye az óvodába is majd szeretnénk menni, úgyhogy majd ezt még asszisztensnővel megbeszéljük. De mi most ebben az évben, tehát nyár előtt még mindenféleképpen szeretnénk elmenni. Hát ami egy nagyon nagy örömöm, illetve boldogságom, ami ugye idejöttem, amikor idejöttem 2020-ba, ugye ígértem a panoráma röntgent, na hát ez mostanra sikerült, ugye itt nagyon sok minden közre játszott a járványtól kezdve minden, úgyhogy decemberben kaptam meg az értesítést, és sikerült a panoráma röntgent. Ez ugye most tavaly decemberben beszerezni, illetve már ugye a beszerzőknél a raktárban volt. Januárban tudtuk kialakítani a helyet a röntgennek, és január vége felé helyezték üzembe a gépet. Ez ugye még nem azt jelenti, hogy ez használható, mert ennek egy elég hosszadalmas folyamata van, mert ezt engedélyt kell rákérni, üzembe kell helyezni, ki kell jönnie a sugárvédelmi szakaszisztensnek, akkor Budapestről küldenek onnan is az Országos Atomenergia Hivatalból mindenféle mérőket és nézőket, akik ezeket megnézik. Hát ezt most 19-én fog jönni az utolsó pont, hogy onnan az Országos Atomenergia Hivatalból leküldenek egy ilyen, hát szerintem ő is ilyen valami nem tudom, kicsoda, hogy igazából, de ő fogja végül is megadni utoljára ezt a működési engedélyt, hogyha már most így minden rendben. Sugárzás biztos. Sugárzás biztos, minden anyagot beszereztünk, úgyhogy innentől fogva, és 19-től élesbe is tudjuk most már használni ezt a gépet, úgyhogy szerencsére már most így évben is sikerült. Úgyhogy ez a legnagyobb örömünk egyébként, ugye minden gördülékenyen folyik azért a fogászaton, úgyhogy minden problémánk elmúlt, innentől fogva egyre jobb, több anyagot használunk, hát ugye már most egyre szélesebb körben próbálok én is nézelődni a tűnőanyagok terén is, olyan beavatkozásokat végezni, amik azért egy picit már most így tényleg a fogmegtartó kezelésekre irányulnak jobban, illetve hát ez egy nagyon jó dolog szerintem, hogy már most ez a kamerámban is itt elérhető nálunk, és azért nem kell ugye Miskolcra beutazni. Úgyhogy ez is ugye azért nagyban segíti nekünk itt az munkánkat. Hát én ennyit szerettem volna mondani, nem tudom, hogy esetleg van kérdés, vagy bármi, ami nem világos. Köszönjük szépen a részletes tájékoztatót. Azt mondod, hogy szeretnétek elmenni óvodába is felvenni. A gyerekek mennek hozzátok? Ott helyben nézitek meg a hát ottani tisztrendelőben? Én kérdeztem, hogy ez régen hogy ment, illetve a 2020-as évek előtt, és elvileg úgy volt nekem, hogy asszisztensnő azt mondta, hogy mindig ők kijártak.
Az iskolában nem? Az iskolában fölmondott. Szerintem el tud menni mindenki. Mert én javasoltam egyébként. Ott jobban szaksz, nál, de... Mindig elsétált az égen mutatni. Ugászat, amit égen mutatni. Az óvodások is meg tudják. Így is volt, meg úgy is volt, de javasolnám azt, hogy az óvodások jöjjenek ide, mert ismerkednek a konfliktusokat. Így van, én is ugye ezt mondtam pont, hogy azért ott meg tudnám mutogatni nekik a dolgokat, ugye a környezetet is tudnánk szokni, hogy ez azért úgy jobb lenne. Ugye eddig nem engedélyezték, tehát most kaptuk meg mi a levelet, hogy mostantól lehet szűréseket végezni. Na hát akkor ez pont. Úgyhogy ezt majd valamikor akkor letárgyunk. Most jókor jött ez a találkozás. Olyan volt, hogy 4 évenként volt az iskolában, hogy feljött a fogorvos, és ott a gyerekeknek előadást tart. Játszott velünk. Tehát, hogy kell fogadmosni, mert ilyen. Azt nagyon élvezték. Méteres fogjátével. Hát igen, de ezt úgy is meg tudjuk csinálni, hogy a szűrést azt ugye megcsináljuk a rendelőben, és akkor én nagyon szívesen elmegyek előadást tartani bármikor az iskolában. Nem most nem fogok. És beültek a gyerekek a tornaterembe, és nagyon-nagyon élvezték. Szeretik. Igen, tanításidőt kívánok. Milyen kapcsolatban vagy a fogtündérvel? Nagyon-nagyon. Jó. És nagyon gratulálunk a Panoráma rendjéhez, tartottál a szavadat. Alpolgármester úr jelent. Rövid leszek. Kedves doktornő, sajnos el kellett mennem néhányszor, mint páciens, de nem is ez a lényege a dolognak, nem akarom fényezni, hogy én nem félek tőle. Hogy, mert nagyon kellemes ott lenni, és egy szó sem szólhat az embert. Igen. Viszont a, úgymond a vendégek között, pácienseid között nagyon sok nem Arkány máshonnan beszállodatok jönnek, mennek. Tehát nagyon örülök neki, hogy olyan híred ment, hogy bizony nagyon sok helyről jönnek ide a fog megtartáshoz, ellátáshoz és sok minden dologhoz. Úgyhogy ahhoz csak gratulálni tudok, hogy megszerettek téged, meg nagyon jó híred van. Köszönöm szépen. Nálad különösen, de a lényeg a következő, hogy másoknál is más területről is más. Igen, egyébként egyébként hát szerintem a legtöbben Harkány után Kenézről vannak. Ugye nem tudom, hogy ők, ezt mindig keverem, hogy most ők vagy Szelensre tartoznak az eszeihez. Szerencsés. Szerintem ők oda, és ugye a... Nem? Nem. Csaba. Csaba? Szada, azt tudom, hogy az eszeihez tartozik. Igen, a Szadáról is nagyon sokan vannak, és ugye ott volt a Renátor. Igen. Van, igen, és ugye, hogy Csoba jön elvileg nincsen, vagy én nem is tudom, hogy a Csoba van. Prügyóban szóljál ki. Na, mert nekünk mindenki mondják. Neki körülményesebb arra menni, hogy ide jönni. Igen, biztos, hogy de útról is sokan vannak egyébként, már most Szerencsről is. Kettő között jó az út. Hát Lúd szerint biztos. Igen, úgyhogy megjöttük. Na jó, én is tudom erősíteni. Itt mondom, a Harkányjal mindenkinek szépen megcsinálom a fogát, és milyen egy gulasz, nem is lesz meg, mert ugye jó utána. És jól lesz egész nap. Valamilyen volt. És valószínű, hogy a gyermek létszám is azért növekedett, az egyéniség az mulatott volna. Tehát az azért nem mindegy, hogy nyugodtan a szívbe. Szóval, mert azért az előző fogorvosoknak nem ilyen finom természete volt, meg finom oldal, amit a tiéd, úgyhogy tehát ez nem véletlen. Társultak. Igen, igen. Szeretném még valaki szólni ehhez a témához. Hát akkor nagyon szépen köszönjük a tájékoztató, további jó munkát kívánunk. Nagyon szépen köszönjük. Már csak, hogy legyen róla egy tudomásul vétel, akkor tegyük meg. Köszönöm szépen. Egy köszönjük szépen. Hát akkor sok sikert. Köszönöm szépen. Tudomásul vétel, amikor. Akkor második napirendi pontban szeretettel várnánk ide védőnőinket. Biztonságra érzed a dolgot. Igen, jó. Még képviselőtestületi körben nyilván csak Varga Eszter Annát ismeri a képviselőtestület. Tóth Zsuzsanna később csatlakozott hozzánk.
aki helyettesíti Patvarosnikit, akiről már tudhatjuk, hogy anyai örömök elé nézett, úgyhogy meg is kérem a kedves védőnöket, hogy ugyan nagyon szép részletes beszámoló van, de amit szeretnétek kiegészíteni, kiemelni belőle, tegyétek meg. Tehát a 2022-es évben a legnagyobb változás a Tatarkányi védőnői ellátásban az, az volt, hogy kialakult egy harmadik védőnői körzet is. Így most két területi védőnői körzet, illetve egy vegyes körzet van a településen. A vegyes körzet ez ugye azt akarja, hogy néhány utca, illetve azért az iskola. Ez volt a legnagyobb oldalmi változás, ez májusban alakult ki. Hát ezt elég sok adminisztrációs munka előzte meg, úgyhogy ez egy elég nagy feladat volt mindenféle szempontból. Ez az, ami a legfontosabb változás. Hát nyilván a személyi változást, ugye, amit említett polgármester is, hogy 2022. szeptember 30-ig pásztorkat, Veres Mikulát látta a Tatarkán 2-es számú védőnői körzet ellátását, és október 1-től pedig Tóth Zsuzsanna Veronika jött helyettesíteni ebbe a körzetbe. És jelen pillanatban a harmadik védőnői körzet ellátása az helyettesítésben történik, és megosztva Tóth Zsuzsanna, illetve én látjuk el ezt a körzetet helyettesítésben. Hát statisztikailag a 2021-es évhez hasonlítva hasonlóak a számok. A évfolyamán születenek idén 57, tavaly 61 volt, azt hiszem. Nem számottevő a különbség jelen pillanatban, hogy ez nagyjából ez nem azokat a számokat mutatja. Hát az éven valószínűleg, de igen, ezt majd üzenem. Egyelőre nem tűnik, hogy most kevesebb a vállalkozóknak a száma. Igen, tehát pont a kettes körzetben, az én körzetem jelentősen lecsúszott a vállalkozó. Nem pillanatban, igen, ott eddig az volt a jelző. Most te vagy túl vagy terve? Igen, hát a több a vállalkozó. A több a vállalkozó. Úgyhogy nem tudom, ott a vasúti hát igen, államszünetet kellene elrendelni. Hogy... Nem, az államszünetet. Nem, hát még azért van az évből, tehát ugye ez még változhat, de jelen pillanatban most ez egyelőre így. Hát akarjátok, tudjuk az utcákat variálgatni egy kicsit. Csak ma nézik, ahogy a pontok is arányosak. Hát azért van gondozottak, 0-7 éves gondozottaknak a száma ilyen 151-153, csak a várandósok száma a 3 fő. Évek óta nem volt ilyen alacsony létszám, az nagyon kevés. Tehát ebben az évben, ebben a közvetben alacsony lesz a születésszám. De ez még az is folyamán változhat. Kiemelném, hogy a családsegítő szolgálatban továbbra is szoros az együttműködés, területi jelzőlapok száma az nagyjából ugyanúgy alakult, mint az előző évben. A biztos kedvelt gyerekházban szoktunk rendszeresen egészségvédelmi előadásokat tartani várandósoknak, illetve csecsemőknek, illetve azok a szülőknek. Nem tudom, hogy esetleg valamikor is. Van egy kérdés? Én azt szeretném megkérdezni, hogy írtad itt a beszámolóba, hogy megvédjük az eszköz valamit. Igen. Ezt mit akar? Igen, ezt szeretnénk kiemelni, hogy a Magyar Fali Program keretében sok új eszközzel bővültünk. Vérnyomásmérő, baby doppler, személymérleg, a fektetőágy, az iskolába is, illetve tehát, hogy ott az orvosi szoba is így gyakorlatilag megújult. Íróasztal, igen, az a fokon készülte. Hát igen, elég sok eszköz volt, amit most ugyan nem sikerült beszerezni. És ez a mozgó szakorvosi szolgálat, olvastam itt, hogy megjelent várható délszágyos anyák számú 52. Igen, de ez egész évben. Mert én ezt javaslom.
Hát igen, de amúgy ezt hozzá kell tenni, hogy a nőgyógyász az többször volt olyan, hogy ő nem tudott eljönni vagy megjelenni, illetve jellemzően a fokozott gondozást igénylő várandósok azok, akik ezekre az alkalmakra hívom kifejezetten. Tehát, hogy aki nem is jól van. Vagy nem fogadott orvosra van a bőnök. Hogy hallgatott ez nem az MS, ez mozgószakorvosi szolgálat. Az a pikát. Ez nem MS-es pikát. Értem. Csak kérdezem, ez a száma 21, meg a védelemben védelmi felvizsgálat 2, meg csárból kiemelés, hadgyereket. Több, mint a korábbi évek, vagy kevesebb? Ez ugye a csárból kiemelés, az ugyanannyi, az tavalyi évben is ugyanaz. Ez volt nem kevés. Hát ez nem meg sem mutatott szerintem, nem tudom a környező településeken, de azért mindig az a végső megoldás a csárból való kiemelés, és amit elég sok intézkedés előz meg, úgyhogy, és azért előfordul egy problémás családok. Azért a akkor három védelmi közlekön doktor kell. Most már igen. Mi indokolta ezt a változtatást? Ki érezett? ABS? Ezt a zenet. Ki? A gyegyzőorra segítek. Ez úgy történt, hogy ugye elkezdtük a két körzetet felülvizsgálni, kértek a működési engedélyt, és akkor megállapította maga a felsőszer, a vezetővédőnő, meg a... Verenkának ketten közösen, tehát hogy túl nagy az óraszáruk a védőnöknek, és a jogszabály szerint nem lehetett két védőnővel ellátni ezt a dolgot, tehát muszáj volt létrehozni egy harmadik körzetet hozzá. Van egy táblázat, nem tudom milyen... Attól a védőnök száma nem növekedett. Hát... Statisztikailag... Ezek világosítsuk már meg abból az oldalból, hogy miután a körzetek száma nőtt, emiatt a finanszírozás is nőtt, tehát az ő bérük is nőtt. Ja, de azt hozzá kell tenni, hogy azért nincs harmadik védőnő, mert annyira nem növekedett, hogy hármat is elvinne a rendszer. Nem más felesett, hanem mit tudom. Tehát a helyettesítő és a védőnő részéről addig lesz, amíg a remélhetőleg visszajön a... Erika, vagy neki? De most lehet, hogy ők beindulnak, és nagyon... Valaki el is költik. Hát lehet dolgozni. Jöhet. Jó, ezt nem hallottam. A védőnői állat nem egyszerűen kell helyezni. Nehéz. Hát most már azt tapasztaljuk, hogy mintha túlképzés lenne, igen, védőnőből. Nagyon sok fiatal képeznek most. Amikor a pedagógus diplomámat megkaptam, akkor azt mondták, hogy pedagógus túlképzés van. Pedagógus hiányt tapasztalunk. Amikor jogász diplomát megkaptam, azt mondták, hogy jogász túlképzés van. Szerintem jogászból sincs annyi, amennyi kellene. Úgyhogy... Ez is ilyesmi. Szerintem egyik szakmában sincs annyi szakképzett ember, mint amennyire szükség volt. Szeretnénk-e még hozzászólni? Nem? Hát akkor nagyon szépen köszönjük a védőnőknek is a elmúlt időszakban végzett munkájukat. Mellékelten kiosztottam egyébként a neveket, hogy lehessen látni, hogy akik születtek, azok a magyar utónévkönyv szerinti ajánlott neveket vették-e fel, vagy más nevet választottak? Nem. Láthatjuk azt, hogy ajánlott névvel 33, ha két névűt veszünk, akkor legalább egy ajánlott névvel 7, tehát összességében, ha azt mondjuk, akkor 40 ajánlott nevű, de én azt mondanám, hogy a 33-at tudjuk figyelembe venni, akkor azt jelenti, hogy a bő fele a gyermekeknek olyan nevet kapott, amit a magyar utónévkönyv ajánlott ként a számon. Szerintem lehetne rossz a helyzet, ezt nem gondolom. Lehetne jobb, de... A
hadd kérdezem már meg, hogy a te általad adott az 62 gyerek. A védőnénik szerint meg 57 gyerek. Mert van beköltöző, és ebben az is bele tartozik, aki nem ide született, hanem beköltözött. De szadnálatok itt nincs a papírban? Nem, mert ő nem, tehát ő nem születésnek nem ide számít. Mert én megszámoltam, hogy azért, mert ilyen létszámú lehet. Igen, nem stimmel, hogy egyre számok, de érkeznek is. Igen, beköltözünk. Igen. Távozik és érkezik az ügyeféle ember. Jó van. Akkor ezeket is megvizsgáltuk. Elfogadjuk-e a védőnök beszámolóját? Igen, szavazattal. Köszönöm szépen. Hát ugye beszámoló elneveléssel utoljára voltak itt a miasztalunknál. Jövőre reményeink szerint egy tájékoztatóval fogjuk őket meghívni, hiszen már nem mi leszünk a munkáltatói. De mind együttműködő tájékoztatást fogjuk kérni. Július 1-ével a Magyar Állam átveszi a védőnői ellátás fenntartását. Nyilván ők ebben még bizonytalanok, mi lesz, de bizonyára ki fog alakulni. Hát akkor sok sikert. Köszönöm. A harmadik napirendi pontban szintén maradunk az egészségügy mesdjéjén, és a háziorvosi ügyeleti ellátás tekintetében kaptunk az ügyeletvezető főorvos uraktól egy tájékoztatót, és hát olyan azért azt hagyd mondjam el, és legyen mégis a dicséret kisfőorvos úr felé, hogy amikor ő írt a tájékoztatót, akkor ő kitért arra, hogy tapta harkányra ez mi vonatkozik. Ugye most mi kapunk egy szerencsi járásra vonatkozó számokat, ebből nehéz meglátni, hogy a tapta harkányi lakosok milyen létszámban veszik igénybe az ügyeletet. Ezt nyilván jó lenne tudni. Nem tudjuk, minden esetre látunk itt egy tájékoztatást. Azt viszont nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy április 1-ével a háziorvosi ügyeleti ellátást átveszi a Magyar Állam. Ennek mi nagyon örülünk, különösen anyagi okokból, mert azért miután eddig se kaptunk rá finanszírozást, ezután legalább kiadásunk nem lesz, tehát még áprilisban elküldik a Rakutmet Kft. Az utolsó számláját, amelyet majd valamikor kifizetünk, és áprilistól pedig reményeink szerint a szintén ugyanott működő, ahol eddig működő Szerencsen, Rákóczi utcán ügyeleti ellátás, abban bízunk, hogy minőségileg tudja azt majd produkálni, amit eddig produkál. Lényegében a területe körülbelül meg fog egyezni, annyi, hogy Szerencsés a tokai járás körülbelül, amit le fog tudni fedni, hiszen Tokajban megszűnik a háziorvosi ügyelet, de az új rendszerben mindenki oda megy, ahova akar, tehát ha valaki Edelénybe akar menni háziorvosi ügyeletre, akkor oda megy, hát nyilván akinek ilyen problémája van, örül, ha a legközelebbi helyre megy, csak lényeg az, hogy nincs ilyen kötöttség. A gyermekügyelet pedig, aki kifejezetten azt szeretné igénybe venni, nem a háziorvosi ügyeletre viszi el, annak a Miskolc anyagbe kell mondani. Valójában úgy, ahogy eddig. Mondjuk, hogy megkérdeztem volna tőled, hogy hogy bírják a firmában, mert most április 1-től még erőnek elejével 51 nap annak bennünket képünk az ügyeletet. Pont most 16 óra előtt kaptam egy e-mailt, oda is adtam Gabinak, hogy olvas elő. Hát nem tudom, hogy fogom realizálni ezt a valamit. Kötelező. Igen, hát az egyértelműen úgy írja, ne adjam papírra. Hát de most... hogy mondjam, egy nyugdíj előtt álló orvost könnyebb kötelezni, mint aki már nyugdíjban vagytok, mondhatjátok, szerintem könnyebben. Másabb a megközelítésre. Mennyire fogják korolni ezért kását, vagy ki fog
Mármilyen... Mondom, most 16 de ha jó pénzt kínálnak ért, akkor várjál. Hogy a főispán úr, köszöni szépen is. Hát ha köszöni, akkor... Ki írta, hogy... Tudod ezt a figyelmet, hogy tulajdonképpen, ha még üzemolvasok mind a kettőt, azt tudjuk, hogy a 18 év alatti várandós nőszoktató anyát a tényleges úri korhatár betöltő embereknél külön elbánás van. Tehát az emberben hozta több műszakba, éjszakai műszakba, stb. Tehát az általános üzemolvas tevékenységben ezek védett csoportok. Tehát én gondolom, hogy azt mondom, hogy elég védettek vagyunk, szerintem vagyunk biasként. Meg azt majd dolgoztunk eleget. Szerintem a 40 évet, 41 évet, elég meg 50 évet, és azért nem unatkoztunk azért közben. Tehát ügyeltünk rengeteget, úgyhogy gondolom, hogy a fiatalok is adjunk lehetőséget. Szépen mondtad. Én egyébként azon gondolkodom, hogy miután kevesebb ügyeleti hely lesz áprilistól, mint mostról. Ezért én azt gondolnám, hogyha eddig ezeket az ügyeleteket tudták működtetni, akkor kevesebbet is tudják ugyanazokkal az orvosokkal, akik eddig is erre vállalkoztak. Ezt a messzeretre is ügyek, nem tudom hány orvos. Abból is valaki mondta, hogy ő átjön szerencsére, mert én nem jöttem át. Na most a topáriák is tudnak. Persze. Aki eddig ezért Göncön ügyek, az mire jött át szerencsére, ugye az is megszűnik a Göncön is. Tehát Tokajban is ott is megszűnik, az is átjön szerencsére. Tehát végülis én szerintem nem hiszem, hogy kettőtől múlik az, hogy talán az ügyelet. Meg vagy azért még sütő szilveszterre, vagy valaki alig bír menni érte. Tehát azért nem hiszem, hogy hát azért vannak ilyen feltételek, és azért vagyunk őszinte egy újraélesztéshez. Hát nem azért fiatal koromban is, a 20 perc után a gatyánvizes volt, tehát azért mondom, hogy tehát az egy fizikai erő, tehát az egy rohadt nagy fizikai munka. Tehát hol bírnák más csinálni, én vagy erek vagy akár más ilyen 70 évesen nyugdíjas. Tehát én úgy gondolom, hogy nem hiszem, hogy nekünk kellene ezt már megoldani ezt az ügyet. De ma bírunk benne, hogy megoldunk, szerintem az nélkülünk is. Megfogoljunk, szerintem is. Ki szeretne hozzászólni ez a témához? Na szó szerint így szól a szöveg, azt mondja, hogy az ügyelet folyamatos és biztonságos ellátásához a vonatkozó jogszabályi feltalmazás alapján nélkülözhetetlen, hogy abban a házigyarmosi házigyarmokos szolgált nevében ellátás nyújtó házi orvos, házi gyermekorvos havonta nekünk két alkalommal részt vezet. Tehát nem arról van szó, hogy alkalommal adott. Nem arról van szó, hogy... De ez az éjszakai, vagy az a délután miről szól? A jelenlás. Még ezt nem a délután miről szól, az olyan mégis egy kevesebb munka. Mintha éjszakázni kell. Hát tudod, de 0-24-ben elég sokáig csináltam, hogy ilyen a pap. Még sok ilyen próbát tesznek, hogy... Milyen az a lázadás? Igen. Minden esetre jelöl információnk, hogy a jelenlegi orvosügyeleti megbízási díjtól jelentősen magasabb várható, tehát elvileg bizonyára vannak itt. Ez is motivál, tehát majd ki fog alakulni. Az ügyes tolgattam, úgyhogy egyszer elmondtam, hogy ha a megfelelő finanszírozás lett volna, el se került volna a sor, mert akkor mit csináltuk volna tovább. Tehát itt az a gond, hogy annak idején, ugye, amikor én abbahagytam, akkor 1 millió forintot kaptunk. Utána megemeltük 30%-kal. Az éves szinten 13 milliárd volt. Az volt a korábbi. Tehát most 27-re emelték fel, 25 milliárd az egész ország, és a mentő annyit kap az ügyelet fenntartásai. Duplázták azóta. Duplált a eddiginek. De ha ezt kiszorzom az én részemre, akkor ez hatszoros növekedés, mert megduplázták az összeget, és harmadnagyi helyen csinálnak ügyeletet csak, tehát nem 300 helyen az országban. Tehát azt mondta, hogy mint az én díjamat meghatszorozták volna. Plusz még az is hozzájön, hogy én délután 3-tól másnapban hétig 16 órán kellett orvos biztosítanom, most meg csak délután 4-től kell 10-ig, tehát 6 óra. Este 10-től 8-ig már elég időzelbe, vagy elég a mentő tiszt, vagy diplomásában, amíg fel annyi miért kap, mint a orvos. Meg kéne adni. Tehát itt megint egy spórlás. Tehát érdekel, amikor az állam beszállt van, rögtön rájön, hogy ez a kurvára nem elég, amit pénzt eddig adott rá. Amikor mi reklamáltunk évekig, te vagy a tanulja, hogy mindig az, hogy nem emelik a díjat, nem emelik, és egyre többet nyújtatok ki a zsebetekbe az állami kormányzat, mert ki kellett pótolni, mert nem tudtam fenntartani a működést.
És ezért kezdtek el az önkormányzatok egyre jobban lázadni, hogy már nem bírták fizetni az ügyelőzást, és Hajdúban vagy hol volt az első, hogy megyei közgyűlés megszavazta, hogy hát ez így tovább nem mehet, vegy át az állam. Mindig így történik, hogy először tönkre tesznek minket, utána reklamálunk, hogy még tesznek tönkre, utána jó, akkor egy tehát ide, hogy csinálom én. Akkor már rögtön érdekes módon már hatszoros pénzből tudják csinálni. Tehát ha nem lett volna ez, akkor mi is tudtuk volna működtetni, ha illetják ugyanezt a pénzt, amit most a mentők kapnak, ezt megkaptuk volna, én meg Gáth Tamás, mint akkor csináltuk volna azért röhögve meg úgy, hogy tovább is itt maradt volna a felelősség, meg vallathatottuk engem, hogy mit csinálunk, mert innentől kezdve ugye most kiesik az ellenőrzés alól, mint sok minden az önkormányzat felrabóság, ez is fog esni, mint hogy a védőnök például, meg mi is, mert ugye át fogunk kerülni az okfőhöz, onnantól kezdve majdnem az, hogy nem tudom elképzelni, hogy a önkormányzat mi köze lesz hozzánk, amikor mi a okfőből fog kapni az utasítást, és nem tudtok beleszólni, hogy mi mit csinálunk egyáltalán. Tehát, vagy ha a praxis el akarnám adni, az okfő az első, aki eldönt, hogy kivett meg egy praxisomnak, utána az önkormányzat, és harmadszor tök legyen, hogy hát én most a katerat akarom eladni. Most innentől kezdve, bizonytalanságot látva... Nem, csak engem nézhet, én vagyok először. Most akkor oda szépen. Mert innentől kezdve az a gond, hogy akik házilos rezidensek nálam jártak gyakorlatra, négyen leszakvizsgáztak, egyiknek sincs el praxisát. Mert ebben a bűzébb, bonyolult helyzetben nem akar pénzt ölni. Miskolcon 10 millió körül van egy praxis még mindig. Volt eddig. Most azt mondja, hogy én vegyek egy praxis, aztán hogy átkerült egy félben okfőz, aki lenullázza a praxisomat, és kiloptam 10 millió forintot. Tehát ezért nem mennek házasok, csak helyettesítetnek. Ezért nincsen neki utánpótlás, nekem meg a többinek, mert nem mernek, mert bizonytalan a helyzet, nem lehet kiszámítani a jövőt. Tehát azt jelenti, hogy a bizonytalanság legrosszabb az egész rendszerben. De ez nem testre tartott, csak úgy elvázolom nektek, hogy azért sokkal összerettebb a kép, meg amit elküldtem nektek a egészségügynek a látlevet, azt érdemes elolvasni, mert ez szintiszta igazság. Igen. Doktor, ebben az a probléma, hogy ugye mi nem látjuk bele. Mi ugye a túlsó oldalon állunk, mi betegek vagyunk, vagy leszünk, és azt tudom, hogy az Isten mentse meg mindenkit attól, aki ebben a mai egészségügybe bekerül, hogy megúszza élve. És nem azt a betegséget, amivel bekerül, hanem azt, ami oda ment uralkodik. Itt ez a gond, hogy én lehet, hogy nem vagyok orvos, de orvosként látni ezt szerintem még rosszabb, amit mi csak sejtünk, hogy egyre rosszabb lesz az ellátás, egyre több a bizonytalanság, és egyszerűen nem fogjuk tudni azt finanszírozni, mert ugye nyilvánvaló, hogy a magánegészségügy felé irányítanak mindenkit ezzel, de lehet, hogy én még ki tudom fizetni azt a 25.000 forintos vizsgálati díjat, de ezt nem mindenki fogja tudni kifizetni. Mert itt sajnos tehát egy ilyen, csak egy apró adalék, hogy a 4 hónap alatti várólistákat megszüntették. Tehát a 4 hónap alatti várólista az nem várólista. Ebben ez a dühítő, hogy statisztikákat gyártunk. Meg szerintem halottak. Jött majd egy beteg hozzám, nem hiszitek el, én is eljöttem volna el. Januárban kért időpontot angiológiára, júliusra kapott, a táppénzzel lévő beteg, júliusra. Ugyanak hozzá van, ne felejtsd, azt mondják, hogy táppénzzel, hogy előtt élvezzük. Persze, lószak. Na, bocsánat. Tehát azt jelenti, hogy nem haladunk a kivizsgálással. A táppénzesek ütülnek hónapokig, a szerencsétlen menne dolgozni, de hogy írjam ki, hogyha nem tudom, hogy nincsen komoly baja, ott kinyomoszt összességhoz kap egy infarktust, akkor mi van? Tehát hónapokig várunk egy vizsgálatra. És amit te mondtál, hogy két kézzel nyomjuk át a magánellátás betegeket. Én is azt mondom, hogy a maga beteg is rájön, meg én is javaslom, hogy ha szívbeteg. Hát ha azt mondják, hogy 5 hónap, mert szerencsekövően 4-5 napot kell várni kardiológián, hát akkor, ha van pénz a tessékemben, akkor az én a maszekba. Ott 30-40 ezer, akkor mit kér, mert külön kell fizetni. Ráteszem a fonendoszkópot, a szív ultra külön, a terheléses megint 20 ezer, tehát rögtön ott vagyok egy 60 ezer forintnál. De várjál, nem itt a bökkenő. Az magánellátás jó diagnosztika. Megállapítják, hogy barna, neked koszorúi szűkületed van, meg kéne katéterezni. De azt már nem csinál meg a magánellátás, mert Pestnek 2 millió év, az ibézet már nincs. Tehát visszaküldték el a megyei kórházba, hogy menjék, és megint visszakérsz a darálóba, hogy időpont, tessék, és akkor majd valamikor sorra közt, mert nem maradt orvos a megyei kardiológián, aki téged megkatéterezzen. Meg ha meg is kell műteni, az megint kezdődik a Debrecenben a több hónapos várakozás. Látom, mert táplálkozás ellenőrzéskor ezt látom a beteg, hogy
év éveket várnak egy műtétre, amikor te azt akarod, hogy hónap nincsenek meg. Mert a súlyú betegek. Tehát itten sok sebből vérzik a dolog. Nem veszi a következő ellentét, egy doktor, ott a verdoktor, állandóan cseszteti a házorvosokat, mert ő sürgősségi dolgozik. A házoros nem csinál semmit, ellent nem csinál semmit. Mindenki ide küldnek az SBO-ra. Na most, nem még küldünk oda. Én egyszerűen fél éve egyszer valaki beküldt az sürgősségre. De mi van, amikor a beteg eljön hozzám, doktor, jaj, görcső, lassan, stb. Jó, menjen el laborba, egy hét időpont. Hasonlóan, ez a kettő minimum kell, hogy el tudjam, hogy használom, hogy vesek, öpekül, van legalább minimum dolgokat. Azt mondják, hogy 3 hét jó esetben, 3-4 hét. Na most a beteg, aki görcsöl, aztán most vár egy 10 napot, hát akkor bemegy a sürgősségre. Azt lehet, hogy még azt is elfogom, hogy doktor úr mondta, háziorvos, hogy jöjjön ide, mert na, akkor aztán ott lesz egység ennek, hogy alust a háziorvos. Mert ott megcsinálnak, tényleg megcsinálnak. Labor, hasonlóan gyorsan megcsinálják, kizárják, hogy ó, nincsen, aztán gyulladás, hál' Istennek, ez egy túlval lesz, azt, hogy ebben kell volna jó, azt már megműtjük valamikor év múlva. De már a túlval az élet veszélye, na itt van a gond. Hát, hogy mi a beteg, önmag is rájön, hogy ha bemegy a sürgősség, ott megkapja ezeket a vizsgálatokat soron kívül. De túl van terrel a sürgősségét. Ott meg reklamálnak, hogy mi a franc csinálunk, mi itt van. Hát mi csinálják a dolgunkat, vizsgálhatnak a beteget, csak nem adunk előre. Még nekem az a helyben, amikor elegánsan odaadják az állatás végére, hogyha nincs megfejezve rendesen a vizsgálat, hogy ezt a vizsgálatot házilag szervezésében menesztek. Ez a szöveg. Házilag szervezésében. Hogy gyerek, értél vagy? Hát nem ismerem, hogy magyar valóságot, amit leírja. Ez a magán, tehát a magánellátás akkor megcsinál, mint te fizetsz konkrétan, de ha már kiállt kiegészítő, ők visszapasszol hozzánk, hogy én csináltassam meg neked ezt, meg ezt, meg ezt. És megint nem azt kell. Szervez meg, hívjön, jelentős. Ezt a maszek ellátás is megcsinálja, de az elébb én a rendes kórházi ellátásról beszéltem, bajmegyei kórház belgyászat, ezt írja le neked. Hát azért mondom, hogy azért írja le neked, hogy te szervez meg, te hív fel, te intézd el, hogy menjünk. Csókolom az osztályt. Szóval itt nagyon-nagyon... Hát régen volt olyan az égen. Ezer sebből nézzük az ellátást. Ezer sebből. Régen, már elég régen dolgozom ahhoz, hogy összehasonlítsam a dolgokat. Szóval, hogyha valaki túl sokáig volt tápfézen, létezett ilyen, hogy BDO, belgyászati diagnosztikai osztály, 3 napon belül megcsináltak minden vizsgálatot is, hogy tényleg volt a diagnózis. Nem tudom, hogy még ezt mondja, tudom. És ezt sajnos ezt nem lehet utasításokra helyre hozni. Itt most, mondja, ha elkalandoztunk, arra megyek már még, hogy lehet lehet olvasni, hogy a Boston Consulting Group, ez egy cég 2020-ban megkért a magyar kormány, még Bíter Sándor részén, hogy csinálják az egészségügyi reformjára egy tanulmányt, hogy mit lehetne csinálni. Meg is csinálták 270-280 millió forintért. Megkapta a belügyminisztérium, be a fiók aljára 10 évre ezért titkosították. Mai napig nem tudjuk, hogy mi van benne. Ennek a vezetője, aki az egészet összefoglalta, meg kidolgozta, volt egy 2 hét egy ilyen fórum, egy ilyen beszélgetés, stúdióbeszélgetés, ahol mondta, hogy mi a titkosítva lett, nem mondhatja el részletül, mi van benne, de egy mondott, elmond, hogy szerintem miért titkosították. És ez az egy mondat úgy szól, Magyarországon ennyi orvossal, ennyi szakdolgozzal, ennyi beteget nem lehet ellátni. Ez az egy mondat. Ez illet titkos 10 évre. Mert már leírta ő is. És ez nem, sajnos ez nem mondja meg, hogy elkezdjük vezényegetni az orvosokat, mert másfél órától nem kell többet utazni, ki lehet vezényelni a kórházi orvos, Saújhelyben, Ózdra, ahol éppen nincs orvos. Bármikor, bárkit lehet szó nélkül. De hogy mondjuk már én is valamit ezzel kapcsolatosan, hogy Attilával, hogy jártunk be a sebészetre, hogy a talpáról kivágták azt a futószemölcsöt, hogy mi a nyolját. 2 helyen láttam sok embert. A vérvételen, meg a sebészeten. De mondjuk a sebészeten láncszerűen ment a dolog. Én elnézegettem mindenfelé. Pedig ott volt az orvos, 2-3 beteg. Akkor miért nem hívnak oda több beteget? Vagy ugye be van osztva időre, hogy 1 óra egy beteg azért, hogy írják, hogy ezt csinálták, azt csinálták, tehát a könyvben is. Igen, azért mondom, hogy ott nem volt tömve az eszei. És én csodálkoztam is, hogy ilyen kereken vannak. Vérvételre különben bemész a neutalóddal, az megy egy kórház, akkor beállsz a sorba, ha estére leveszik a vér, aznap. Nem kell egy pont.
Meg a szemmelvejtve is. Azt nem tudom. 30 perc alatt levették a véleményt. Lényegében az is a megyei kórház része. Nem. Nagyon ügyesen. Szóval az a helyzet, hogy le kéne ülni mindenkinek, és megnézni, hogy egyszer a beteg anyaga, ennyi orvosra, ennyi szak, mit kell kihozni, úgy, hogy a dolgozónak is jól legyen, nekem is jól legyen, meg a kormánynak is jól legyen, meg a betegeknek. Főleg a betegeknek. Ehhez az kéne különösen, csak itt mindig itt akar bármilyen jó szándékú valami, hogy most ajtár, ott volt a sürgőségi. Bezárták az IMT, ezt nem van, az IMT, zártunk, mert nem volt meg a megfelelő feltételek. Mit csinál? Olyan DK, és akkor fellázított a népeket, hogy hű, hát ezt bezárták az IMT. Na most erre könnyű a beteget felbőszíteni, addig tiltakoztak, mint olvasta valamelyik nap, hogy visszaállították régi. De ha ezt leülne mindenki, a civilek, a betegek, a ellenzék, a Fidesz, meg a orvosok, meg a tudomás, meg mindenki leülne, közösen, meg kéne állapítani, hogy Ajkán nem kell sürgősségi ellátó központ, mert nincsen egy műszerünk, meg személyzetünk, hogy minden városban, ha Veszprém oka 20 kilométerre, nincsen ilyen ember, aki fel tudja tartani. Tehát Magyarországon nincsen annyi orvos, hogy a magánellátásban is mindent erőltetni, meg az államunkban is. Tehát össze kéne hangolni a kettőt. De nem úgy, ahogy tervezte a Takács Péter, hogy a magánellátásból kötelezik, hogy havi 20 óra dolgozzanak az államival. Na hát innentől kezdve most akkor az állami, aki eddig kiment a magánállatába, most berendelik az államiba, bejönni, hogy taktak a rendelni, eljöttem 20 órát, egy hónapra. Tehát egyszerűen ez egy nevetséges ötlet volt egyáltalán. De ha leülnék, azt mondja, hogy az államiba kidolgozik, az a magánellátás dolgozzon be az államinak, de azt mondja, ne aggódj az olyatnak az út, hogy ha nem az időpont, szeretse a kardiológiára, de bemegy a makropoliszba, ugyanazt a pénzt kifizetni neki a NEAK, mert a szerencsé mentél volna meg. Akkor az állam is azt mondja, hát akkor gyertek, akkor is akkor ugyan a két szerencsésvei kardiós, meg a makropoliszban is mind a kettő dolgozik ugyanolyan pénzét, a mert csökken, felelő ideig kell várakoznia, mert itt is csinálják, ott is csinálják. Ezzel le kéne ülni megbeszélni. De ez nem tiszta szégyen, hogy TB-t fizettünk egy életen át, és akkor fizetni kell érte? Ha te a makropoliszba mennél, akkor neked ingyen lenne, csak a NEAK fizessen a makropolisznak. Ez most ma nincsen meg. Ha a NEAK fizesse a makropolisznak, akkor az ő ottani magánorvosa megnézett téged, pedig téged szerencsekkel volt. Neked ingyen van. Te elmírod azt képzelni, hogy mondtad, hogy üljön le a kormány, üljön le az ellenzékű. Te elmírod képzelni, hogy Össze lehet hozni. Igen, mert nem lehet négy évente újabb és újabb izéket kitalálni, és amikor valami kitalál, a másik megtalálja. Tehát egyszerűen ez minden országban, mint átívelő, több polgári választási ciklusban átívelő program volt, ahol megegyezett minden párt egymással, a betegekkel, civilekkel, mindenkivel, hogy ezt fog csinálni. És akkor nincs ilyen, hogy most Ajkán, a DK most tüntetés szervezet bezárt egyet. Ezt eldöntötte a DK is, benne van, meg a MSZP, a Fidesz, meg mindenki benne van, és akkor a Fidesz se csinálta volna meg mondjuk a vizibi jelen a tüntetést akkor, ha meg lett volna egyezve. Nem volt az, hogy csak rosszul csinálták meg. Nem jó, nem, gyakorlatilag hiszen nem volt megcsinálva jól. Tehát azt mondom, hogy de ez a... Bosszantom magam. Ura, mert megértjük, de kutyaugat sem van, így szokták mondani. Mondom, mi megértjük, amit mondanak, de kutyaugatás nem van. Szamárulítás. Tehát azért mondjuk el polgárosnak, hogy van szava, mi csak ugattunk, de nekünk van szava. És hogy a buszénre járjatok, mikor nem vagyok, mit beszélek nekünk kintőből. Tudom, hogy a szamárulítás nem van, akit az ég, de azért figyeltek oda. Így van. Majd közvetítja a véleményünket, főleg az egymet. Én már közvetítettem. Na, sejtettem, meg reméltem is. Csak az, hogy egyáltalán milyen a hangulat. Tehát azért mondom, hogy nagyon rossz a hangulat. És most ezt nem tudjátok, de múltkor elmondtam, mert gyorsan ismétlem még. Tőlünk, Yamahától elmondtak 250 ezer forint fizdíjat, amiért így nekünk benne volt a finanszírozásban. Helyette azt mondták, hogy indikátor rendszerben mindenfajta mutatókkal, ha jól teljesítjük, akkor visszakaphatjuk vagy egy részét. Na most, hát ez itt kurvára nem tetszett a dolog. Azt mondtam Ákosnak és a munkosnak, hogy miért nem lehet az, hogy jól érezzük magunkat már, dolgozunk már, holnap elmegyünk nyugdíjba, mert már eleget dolgoztunk. De hogy kedves doktorok, itt van, marad ez a pénz, de ha jól dolgoztok, pluszban kaptok 1-200 ezeret, ha jól dolgoztok. De ezzel csak elvonnak tőlünk 200 ezeret, a doktornak járhozzam felvizsgálni olasz fiszkáról, a Nam Mária,
neki 430 forintot vonnak el, mert neki csatolkösségi vannak, neki több a kötelező, olyan a fix díja, mint a miénk, 430 forint, lenullázzák. És ha dolgozunk jó sokat, és akkor majd visszakaphatja egy részét. Na most ezek után mi van? Van 5000 plusz háziorvos, és akkor nem, hogy az ember végzik mosolyba fogadja Kristófét, meg a másikat, hogy jaj, de tessék, hanem az ember egyfolytában dühön hozta, azzal foglalkozik, hogy ott a beddegel kéne, de akkor az alapban, hogy hittetják meg, hogy és akkor innen dolgozás sokat, hogy nulla legyen, hát az már rohadtul nem jó. Az meg különösen sértő, hogy ezek legyúcsánoztak minket. Ez a másik. Lecsúcsánoztak. Nem titeged. Hát akkor kamarád. Gyula, elég, milyen gyula, nincsen Gyula. Na, hát azért mondom, hogy... Őt amúgy nem nehéz, hát neki volt az államtitkár. Hát lehet. Azt nehéz tagadni, ami ez volt. Tudom. De az a baj mindig, hogy próbálják a... Gyula, most már nem volt. Na, csak azt mondtam, mert a hallgatóság is tudja... Lehet, hogy egy pohár teje most akkor megnyugtatunk el. Nem akkor az ügyeletről csak annyit, hogy vegyünk tudomásul ezt a tájékoztatót, megteszünk ezt. Ugyanolyan, mint a tavaly, igen. Igen, köszönöm szépen. Csak a szám. De azért majd mondjuk el a jó éregetítő cserébe, azért béremelés is volt. Mit? Cserébe béremelés is volt. Az meg volt, amint neki a cég nincsen meccse, hogy értékáról legyen, az nincsen benne. Meg most éppen a jó időben el van a 200 000 forintot, már mindegy, majd itt a van is egy alapot. A lényfizetésemet meg kétharmados törvényben van be szegelve, úgyhogy az meg... Csak úgy mondtál, hogy... Én mindig ilyen, a pénz az mindenkinek ilyen kényes kérdez. Csak úgy mondom nektek, a szoros passzus közben nem lépünk be, mert igazán nem sok kivel nagyon, mert nem olyan a könnyű beteganyaga, vagy orvos anyaga. Úgyhogy akik beléptek a szoros passzus közösségbe, azok havonta hozzá képest 400 000 forinttal többet kapnak. Hát akkor végül is ez a motiváció, hogy akkor az a lényegében akkor bizony szekintetben érthető a dolog, hogy arra próbálnak terelni titeket a körösségbe. Az a baj, hogy egy városban, ahol egy lakással sokos, könnyű megcsinálni. Persze. De nálunk, ahol van egy pari, egy 80 éves, meg egy alkoholista szomszédba, szadrán, hogy elég nehéz összeállni, mert utána úgy fest a dolog a parasztus körösségbe, hogyha egy kiesik, a többinek eljárt dolgozni. Most akkor mész Józsefre lehet alapozni, hogy majd ő... Józsefre lehet, hogy kiesne? Hát szerintem mikor bármikor lefordul a székről, az dolgozhat itt helyet. Már 15 éve van. Többet nem szó. Hát szeretnék, hogy köszönjük szépen, akkor egy pici szünetet tartsunk, hogy... Hát akkor, kedves kollégák, következik a beszámoló Töktakeny Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi működéséről. Várnánk is akkor igazgatóasszonyt ide magunk közé. Valójában inkább úgy lenne érdemes ennek a napi rendi pontját majd legközelebb elnevezni, hogy a szociális ellátás 2022. évi működéséről, hiszen egyébként erre nyilván beszámoló is utal. Már nem csak a Töktakeny Szociális Szolgáltató Központ, hanem a Délzemlény Szociális Önkormányzati Társulás keretében is látjuk ezt a feladatot. Minden esetre igazgató asszony kedvesen magára vállalta, hogy ő lesz ennek a napirendi pontnak a előadója, de itt vannak a kolléginák, akik nagy örömmel fognak neki segíteni. Azt mondanám, hogy én megkérdeztem. Van benne, igen. Lehet, hogy nem tudom, olyan fél évkor, körülbelül egy éves áttekintés majd. Akkor külön rá majd szállunk, és akkor átnézzük, hogy érdemes volt, vagy érdemes volt-e társulásba átszervezni. Tessék akkor kiegészíteni, kiemelni. Én szeretettel köszöntök mindenkit, és ahogy mondta polgármester úr és jegyző úr is, már most nagyon el vagyunk aprózva, bocsánat, hogy ezt mondom, a Szociális Szolgáltató Központ, és ez csak egy ilyen, majd ezt vágjátok ki a felvételből. Nekem ez egy kicsit olyan szívfájdalmam is. Én megmondom az őszintét, abból a szempontból, hogy azért ugyanazt, hogy szociális alapfeladatokat látunk el, ugye van egy szakellátásunk, csak Nórára mutatok itt részlegvezető asszonyra, ugye az a fajta olyan szintű, még magasabb szakmai feladatot kívánó ellátási formánk. Bár én tettem erre már javaslatot, hogy lehet, hogy majd át kellene ezt a történeteket gondolni, hogy
milyen fenntartásban, hogyan működjünk a továbbiakban is esetleg, vagy mi az, ami gazdaságilag jobban megéri, mi az, ami szakmailag esetleg jobban tudunk ebben a dologban előrébb haladni. Én azt gondolom, hogy személyi létszámunkban most jelenleg én azt gondolom meg vagyunk, tehát én ebben a történetben úgy gondolom, hogy nem kell tulajdonképpen annyira nagyon sírnom, mert talán most már eljutottunk oda. Hát úgy annyira nagyon nem, mint ahogy szoktam, mert volt olyan időszak, mikor nagyon sírtam. Tehát, hogy nem voltunk meg annyira, mint amennyit mondjuk megkövetelt volna a törvény. Hát remélem, hogy ha átolvastátok a beszámolót, van benne olyan dolgok is, ami eddig esetleg nem voltak, meg vannak benne említve. Bizonyos részében ugye már a nappali ellátást teljes egészében kivettük belőle, mert ugye az már teljes egészében éves szinten a Dél-Zemplényi Társulásé volt. A házi segítségnyújtás egy ilyen évvégi történettel majdnem azt lehet mondani, akkor került át. Úgyhogy maradt a szociális étkeztetés, nem elsősorban a család és gyermekjóléti szolgálat, a szociális étkeztetés, ugye a házi segítségnyújtás egy része volt, és akkor van a konyhánk, étkeznénk, és a szakellátásunk a bennlakásos idős otthon. Hát lehet, hogy a törvényi hivatkozások és az ugye, hogy mi az alapfeladatunk, az ugye nem nagyon változtak az elmúlt évek beszámolóihoz képest sem, mert ugye azok adottak voltak. Bizonyos kiegészítések olyan szempontból vannak benne, és más mutatók ugye, hogy a statisztikai adatokkal ugye kibővültek a beszámolónk, akár némely olyan programmal, ami pluszban a bentlakásos idős otthonhoz, vagy a család és gyermekjóléti szolgáltatáshoz ugye mellé tudunk pozitívunként tenni, és ezek ugye fotókkal is vannak dokumentálva. Van benne egy nagyon szép, igaz, hogy egy kicsit, amit én nyomtattam, hogy egy kicsit eltolódott ez a fotó, de van benne egy nagyon szép fotó, amikor szociális munkanapját tartunk, és ezt a pandémia után szépen meg tudjuk tartani. Egy olyan szintű volt, ahol közel 40 kollégával voltunk együtt is, polgármester úrral. Látszik a fotóban. Hát az enyém, amit kinyomtattam, az elég olyan, semmilyen. Mindegy, tehát itt egy kicsit... Melegébe feltettük a Facebookra is. Persze, igen, bár ezt nekem még tanulni kell, hogy mennyire kell majd ezeket a képeket, vagy hogy lehet ebbe, ugye Dezső szokott lenni, aki ezt szokta mondani a véleményét róla, de hát én mondtam, Erikának volt egy nagyon jó mondata, ugye itt a Betty beszámolója és a 5 éves értékelés után, hogy emesebb mi fogunk tudni ilyen prezentet, mi nem kell, nekünk nem kell. Mi nem 5 évet értékelünk, mi csak egyet, nekünk teljesen más a szakmai dolgunk, itt az adagok, idézőtekről az adagok, mennyi adagot főztök egy éven, hány félékezési formát biztosítok. Én 20 éves csinálod. Majd fogok akkor, jó? Majd fogok. De én nem, igazság szerint én nem akarok még elmenni, tehát én nem elmenek el, nyert csak elmenni. Jó, csak bocsánat, azt hiszem, hogy nem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tartalmas évet zártunk a 2022-es évben is. Mondom, nekem ezek a minimális dolgok vannak, hogy itt át kell esetleg ezt gondolni, majd itt ezt a működéssel kapcsolatos dolgokat, vagy mint fenntartói részről. Épületfelújításaiban azt gondolnám, bár a konyha újabban fog részt venni, fullos épületeink vannak. Tehát szerintem ritkaság számba menő a környékünkön, hogy mondjuk minden egyes ellátási formának megfelelő és ahogy van a székhelyünk. Tehát infrastruktúrával is és minden más egyéb dologgal, akár ugye a létszámunk felül is. Szerintem szépen felújításra kerültünk. A nappali ellátást, most megint visszatérek ugye, mert ide-oda mondogatom, mert meg kell szokni, hogy melyik a Dél-Zemplényi és melyik ugye a maradt a szociálisnál. Ugye a Rákóczi 42 szám alatti felújítás az meg fog kezdődni az idén. Polgármester úr azt mondta, hogy június környékén kezdhetjük a... Én úgy számolom. Igen, hogy ő úgy számol, hogy június környékén kezdhetjük. Tehát ők is előkerülnek majd egy, vagy bekerülhetnek majd egy olyan még nagyobb létszámot befogadó intéz, tehát épületbe,
ami még jobban el fognak férni, nem kell közösködni a bentlakásos idős otthonnal, mert azért abból egy minimális súrlódások azért vannak, de megoldjuk. És akkor ugye ott növelnénk majd 4 fővel a bentlakásos, tehát azt az egész épületet a bentlakásos idős otthon foglalnám majd. Ja igen, hát gondolj el, majd egyszer a hatosba, igen, tehát majd én is oda, igen, majd egyszer így, de még én nem most, tehát azért még ez elég van. De azt gondolom, hogy most ugyanis egy haláleset miatt mondjuk most újra nem vagyunk 18-an, tehát 17 fővel működik a bentlakásos része, de nagy örömmel szolgált, hogy azért volt több hónapon keresztül, mikor ugye megvolt a 18 fő. Az átlag életkor az elég, tehát azért az egy 80 éven felül van az átlag életkor, de hát reméljük hosszú életűek lesznek még. Tehát én azt gondolom ebből a részéből. Hát nem tudom, valakinek esetleg kérdés, bármi, szívesen válaszolnak a kollégák, a gyermekjólét részéről, itt van Melinda, ugye Nóra a bentlakásos, ha konkrétumban, amire esetleg én nem tudok válaszolni, és Niti pedig a konyha részéről, mert ott meg Erika kért pár napot. Igazoltam van távol, igen. Esetleg, nem tudom, na, valakinek. Lélegzetvétel közben annyit hagyjuk. Én szeretnék beszélni. Az épület felújítás 220 millió forintos pályázat, ami el fog tudni indulni a Székelyházból. Hát reményeink szerint jövő ilyenkorra kimondhatjuk majd, hogy fel tudtuk bővíteni a bentlakásost, illetve nyitottunk egy új nappali ellátás épületet. És reményeink szerint még idén, persze a hatóságok elég lassan dolgoznak, meg fogjuk tudni oldani azt az utolsó lépcsőt, hogy a társulásnak átadhatjuk majd az egész intézményt, és újra az intézménybe bele tud kerülni az összes feladat, csak immáron majd a társulás fenntartásába. De miután ilyen nehézkesek a partner önkormányzatoknál a működési engedélyek, tehát nem minden fenékig tejfel, ahogy láttuk másoknál. Tehát az a baj, mi sokszor magunkból indulunk ki, hogy nálunk hogy állnak a dolgok, máshol nem állnak ilyen jól. És miután most a társulásban egy magasabb finanszírozás van, emiatt kedves kollégák, itt nyilván igazgató asszony, de azért tegyük hozzá, Szilvike is ebben benne van, meg nyakít benne jegyző úr is, időnként feljön levegőt venni, aztán visszahúzódik a társulás feladataiba. De most ott tartunk, hogy a Tatra-Harkányi csapat rendbe teszi a Tatabányi és a mezőzongori szociális ellátást is. Ezáltal a közösen működő társulásunk majd új nevén feltételezhetően, miután a társulásnak a délzempléni szociális szolgáltató központként az összes feladatot fogja tudni működtetni, és így tényleg minden úgy vissza tud kerülni abba a rendbe, hogy egy intézmény, és nem ez a úgy jönünk külön malom, vagy valójában egybe vagyunk, vagy úgy vagyunk külön, vagy úgy vagyunk egybe, vagy valójában külön vagyunk. Hát ez most már az év második felére, az én reményeim szerint ez le fog tudni simulni. Meg van itt említve, aki esetleg eljutott a 21. oldalig, a busznak a dolga, miután már van Tanyagornoki ellátás a településen, emiatt jogosultá váltunk arra, hogy idén, amikor meg fog jelenni a Magyar Falu Programnak a falu és tanyabuszokra kiírt pályázata, ezért erre idén pályázni fogunk, és nagy eséllyel meg is fogjuk nyerni, és lesz egy új olyan járművünk, amely egyébként a jelenlegi járműparkba be tud majd illeszkedni, de mégis egy új lesz, és ezekkel az extrákkal meg fogjuk próbálni felszerelni, és akkor itt is tudunk egy szolgáltatási szinten színvonalat lépni. Amiből látszik, hogy ha hagynánk magunkat a
ezekben a szép dolgokban mondhatjuk sikereknek is elpilledni, akkor azt gondolnánk, hogy kész vagyunk, sose vagyunk kész. Mindig van hova fejlődni, ebből is látszik, hogy mindig vannak új célok, és az új célokat próbáljuk elérni mindig magasabb színvonallal, nagyobb térrel próbáljuk tudni ellátni azokat, akik a mi gondoskodásunkat próbálják, vagy szeretnék igénybe venni, és hát hál' Istennek jó hírünk van. Most azért elindult akár a nappali ellátásnál is más településeknek a felkeresése, és akkor büszkén mondja igazgató azt, hogy akivel múlt héten pont erről beszéltünk, hogy hát más települések nem tartanak ott színvonalban, hogy mi tartunk. Akár itt most az épített környezetnek gondolok, tehát nem arra, hogy most milyen műsor, vagy milyen kedvesek mindenki. Igyekszik kedves lenni, meg mindenütt szép műsorokat csinálnak. De hogy az épített környezetben mi azért jóval előrébb vagyunk, és ahogy a távlatainkat ismerjük, még előrébb leszünk. Úgyhogy én csak köszönni tudom a kollégináknak a munkáját, hiszen a szociális ellátás az sokszor nem egy hálás dolog, mert másoknak a gondjait kell a nyakukba venni. Azért tegyük hozzá, hogy nem is az országban nem is ők a legjobban fizetett emberek, de ők ezt szívvel, lélekkel teszik, és pedig örülünk nekik, hogy ilyen jó csapat dolgozik nálunk. Nem is húznám tovább, ki szeretne hozzászólni? Minden felnemtett kérdésetekre elmondtam a ugye? Tudom, ez egyik oldalon van nyitva. Igen, amit én szerettem volna, azt a Sel is mondta egyébként, hogy ugye megépül, megszépül az általunk önkormányzat által megvásárolt teleknek, illetve épületnek a felújítása, és az nagy könnyebbség lesz nekem. Nem keveredik úgy a két ellátás, ilyen forma, tehát a nappali ellátás egy külön épület, de az nekik is jó, mindenkinek jó, és még szépül a fő utca, meg a falu, még egy gyönyörű épülettel. A mögötte lévő területet pedig nagyszerűen rendbe kell tenni, mert ott aztán van még dolgozni. Nyár végére az is körbe lesz kerítve teljesen. A közfoglalkoztatási programokban szerepel az összes vasanyag, illetve lemezkerítés, amiből teljes egészében a számításaink szerint reményeink, inkább azt mondom, reményeink szerint augusztus végére, na most ha ez kihúzódik szeptemberig, az sem baj, lényeg az, hogy még a jó időben teljes egészében megtörténik a körbekerítés. Most egyébként amivel kezdtek, az pont az óvoda volt, mert a Megyeszői utcán, hiszen ott pedig reméljük, hogy rövidesen ki tudjuk írni majd a közbeszerzését a bölcsődei épületrésznek, és ott azért nem állt, ha minél hamarabb annak a területe elő van készítve, hogy ott elindulhasson a beruházás. Aztán miután reményénk szerint itt is be fog indulni a beruházás, ezért a második ütem az, hogy a csapat már a közfoglalkoztatási programban kerítésre csapat ezt csinálja meg, hiszen nyilván itt is lesznek majd építőanyagok egyéb, az nem állhatom. Orra van rá figyelni, hogy nehogy eltévedjen. Elegidején vagy, amikor ez kezdődött, ez a sokféle program, tehát ezekkel az épületekkel, akkor én osztottam tőle, hogy minek kell ilyen nagy terület, meg minden, meg etc. Nem, nagyon jó, mert többféle kijárat és mozgásra lehetőség, akár még számháborúzni is olyan. Megjönnek a gyümölcsfák és harmadik gyümölcsfák jelen. És vagy tegvármesz, vagy pálinka, de valami. Ez is az is szerint. Igen, az komplex építmény és erdő. Gyümölcsös lesz. Én csak gratulálni szeretnék nektek ehhez a munkához, de nem is munka ez, hanem valamiféle szolgálat. Ez egy elhivatottság. Egy elhivatottság, igen, és az nagyon jó, hogy azok, akik ott dolgoznak, és ez akkor működik ilyen jól, hogyha egyetlenek vannak, és egyébként gondolkodnak. És én amit látok, mert azért megfordulok arra, én azt látom, hogy ez nagyon jól működik, és szívesen csinálják azt, amit csinálnak az ott dolgozó emberek. Úgyhogy gratulálok neked. Így tovább. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Most a dicséretekben még egy mondat. Igen. Szóval a sok lehet szerintem. Igen, az nem áll, és itt én lezárom magammal ezt a dolgot. Szóval kevés olyan ember vagy, mint te, aki 0-24-ben végzi ezt a munkát. Én ebben 0-24 plusz a részeket. Részemről én mindent elmondtam, mondom így is.
látják mások is, hogy ez egy... Hogy ott áll a kocsia, igen. Igen, hát az egy dolog, hogy ott áll, igen, ennél még jóval tűnik. Úgyhogy köszönjük szépen a teljes csodát, így van. Egy kicsit kapcsolódva az előző kifejtésére, jó egészséget is kívánok mindenkinek a kitartás mellé, hogy ezt az áldozatos munkát minden tovább tudják végezni. Meg az se ártal, hogyha bővül egy kicsit a csapat is. Végül is fog bővülni. Már olyan értelme, tehát kell bővülnie, mert például... Van nyugdíjban, mert olyan fiatal. Igen, meg nem mondtuk el, hogy például a nappali ellátás, ha ugye átköltözik és ott működési engedélyel, tehát ott már még 5 fővel több ellátott lesz, akik tulajdonképpen demens szakvéleménnyel rendelkező ellátottakat kell lesz fölvennünk, és oda külön például demens gondozót is föl kell lesz vennünk. Igen, tehát ott így fog bővülni. Zártabb világ. A ellátotti létszám, és ott kimondottan ugye azok a terápiás dolgokat meg kell majd szervezni, ami ugye az ő számukra is, az ő integrációjukhoz szükséges. Tehát igen, igen. Ez a jövő is a terv. Azon, hogy iszonyat nagy nehéz munkát végeznek az ottani dolgozók, mert olyan idős polimorbid betegek vannak, hogy szinte nincs olyan, akivel úgymond semmi baj nincs, csak ugyanúgy rögél ott a nappaliban, hogy nézni a tévét, hát mindenkivel baj van. Tehát ez iszonyat heroikus munkát végeznek, tehát én tisztelem őket. Ehhez képest azért a anyagi megbecsülések azért nem olyan léptékű, mint amit a munkájuk megérdemelne. Szerintem itt a nyilván nem, nekünk kell megoldani, mert nem tudjuk megoldani, de a központnak ezért lehetne szóvá tenni, hogy itt emelni kellene a szociális dolgozóknak a bérét, mert az egyik legutolsó szerintem a rangsorban, a legalul fizetettebbek is nem hogy ezt érdemlik. És ugye a Covid alatt is már beszéltük, hogy ez is egy olyan munkat, hogy nem sokat csinálták volna végig. Tehát megérdemelnék, és másik, hogy a jövő sajnos az, hogy egyre több a demens beteg, és ugye az irányba ment be, hogyha lesz bővítve a nappali, vagy a bevallásos, akkor demens részeg is lesz, mert sajnos egyre nagyobb rá az igény. Akivel még több baj van. Így van. Meg még több személyzet kell hozzá, de sajnos a társadalom igény az ezt fogja követelni. Úgyhogy Én nem csinálnám. Köszönjük szépen. Szerintem igen, és én csak egy mondat is itt a beszámolóban megköszöntem újra, azon felül is, hogy én napi szinten is meg szoktam köszönni mindenkinek, hogyha bármiféle olyan plusz vagy bármiféle feladat van, hogy ha csak most négyen vagyunk itt, vagy hárman vagytok itt a többiek képviseletében, hogy majd mindenki felé ezt azért még jobban ti is adjátok át, hogy nem csak a beszámolóban köszönöm meg, hanem itt mindenki előtt is az egész éves munkátokat, és ezt tartson ki, mert még nagyobb lendület legyen, jó? Tehát amikor majd én felveszem a lendületet, mindenki jöjjön velem, jó? Tehát ugyanazon a hullámhoz szól legyünk, és akkor semmi gond nem lesz. Én ígérem nektek, jó? És köszönöm a testületnek is, és a hivatalnak is, és mindenkinek az együttműködést. Legyen ilyen jó évünk az idei is, mint az előző volt. Mindig legyen egy kicsit jó. Minden évben tudjunk egyet előre lépni. Ugye volt említés, akkor most már zárjuk le ennek is a témakörét a konyháról. Ott is lesz egy picit egy mosogató átalakítás, illetve az előtérnek egy olyan belső felős megoldása, hogy akik várakoznak ott a kajára, azok se nyíltan, hanem egy zárt térbe tegyék meg, tehát ott is egy fejlődésre számítunk, illetve napelem felszerelésre. És pont olvastam egy riportot Lantos miniszter úrral, hogy felül fogják vizsgálni ezt, amit leállítottak, hogy ez szépen fokozatosan visszanyíljon, hogy újra lehessen csatlakozni a napelemhez. Úgyhogy mire az a beruházás napelem tekintetében odajuk, szerintem fogunk is tudni termelni. Nem mintha egyébként azonnal el ne tudná használni a konyha is a napelem által megtermelt áramot, mert ott is azért áramigényes gépek vannak, de ha esetleg tudunk feltermelni és áruldatva azt a később visszakapni, az szintén egy öröm tud lenni. Nagyon szépen köszönöm én is minden szociális szélába dolgozó kollégának, kolléginának a munkáját. Isten tartsa meg jó szokásukat!
elfogadja a képviselőtestület a beszámolót. Igen, behívsz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm. 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 Én az MVM-ben, most kaptam az e-mailt, hogy még a szalkos elszámolásban leszünk benne. Tehát szerintem vissza nem is mondhatnám viszik alá. Tehát működik a szalkos elszámolás. Na, jó. 2025-ig biztos. Mindentől 10 évig, de biztos, hogy megakadtam az egyébként. Erre egyébként biztos, hogy jó lépések vannak, hiszen azért épül többek között Tiszaújvárosban is gázerőmű, hogy a napelemek által megtermelt energiát tudja a nem napos időszakban, akár éjszaka, akár felhős időben egyensúlyozni. Közben ki fog épülni rövidesen a Paks 2, szerintem energiában mi jobb leszünk. Meg most már nem is abban, nem. Kis-Ázsiából veszünk majd még áramot is, tehát szerintem ebben rendben leszünk. Árammal nem lesz baj. És döbbenet, hogy a németeknek nem kell az üzlet, a franciák ide fogják adni a technikát. Hát azért a miniszterelnök azért volt tárgyalni Macron elnökkel, mert a németek most nem akarják a Siemens technológiáját adni, mert hogy mi orosz technológiával építünk atomerőművet, ugye mivel építenünk az egyen blokk is orosz, hát nyilván a kettes is az van. A franciák ide fogják. Hát neki kell az üzlet, a másik meg nem kell, nem is érte. Franciákat szerintem nagyon sok atomerőművel. Hát ott rengeteg atomerőművel van a franciáknál. Igen. Ötödik napi rendi pont, óvodavezető asszonyt is meg szeretettel látjuk itt körünkben. Határozati javaslat az óvodával történő jelentkezés módjáról és a felvételi időpontról. Óvoda vezetőasszony meg is tette itt az erőterjesztését, hogy május 2-től 4-ig történne minden típusú beiratkozás a Megyőszói utcai épületbe, nyilvánvalóan nála. Így van. Úgyhogy... Minden augusztus 31-ig 3 éve betöltött kisgyermeket és a szüleit sok szeretettel várjuk a Megyőszói egyfelá irodájába, és azt a bölcsödéskorú kisgyermeket, aki a 20 hetes kort betöltötte. És akkor második, a harmadik, és negyedik. 20 hetes. De amitől lehet felvenni. Hát igen. Jó, akkor ez az egyik napi rendünk voltunk. Akkor a beiratkozás időpontjával szerintem... Elég az ott két napszokat lehet? Három nap. Kettő-három. Először május 1-én ünneplés, aztán beiratkozás. Van-e késik egy év múlva jelentkezett? Na, úgy is felszólítás jelentkezett. Szerintem akkor ez hatóság tekintetében jegyző beavatkozik. De nem szükséges, mert elkezdődött. Igen, mert ez... Egyetértünk ezzel az időponttal, igen? Köszönöm szépen, egyhangulag egyetértettünk. Ilyen gyorsan jól lezárni a napirendi pontot, hogy megnyithassunk egy másikat. A szervezeti és működési szabályzat egy... Aki belenézett, azt láthatta, hogy nem is egy rövid szabályzat. Hát első egy neki futásra én sem tudtam, hanem többször futottam neki, és aztán a én általam neki futottra kapták meg a kedves kollégák is, de óvodavezető asszony el is mondja egyébként ezt a néhány pontot, ami a lényegi módosítás. Tehát ami a lényeg, az az ötödik oldalon lett kiegészítve, az intézmény vezetőnek a megbízási rendje, vagyis hogy hogyan kell az intézmény vezetőt kinevezni, és a másik pontja pedig az intézmény vezető helyettesének megbízása. Az első pont az csak ki lett egészítve egy pár mondattal, hogy az intézményvezető pályázat elbírálását megelőzni az intézmény nevelőtestületének, az alkalmazati közösségnek és a szülői szervezetnek a szakmai véleményét kell beszerezni a pályázat részét képező vezetői programmal kapcsolatban. Az egyik munkáltató jogokat Taktalkány nagyközség polgármestere gyakorolja az intézmény vezető felett. Ez azért is volt szükséges, mert ez most nem sokára július 31-ig ezt le kell folytatni, hiszen az én megbízásom 2023. július 31-ig fog tartani, és a képviselő testület tagjainak kell ez majd az ide rátenni a pontot, hogy ki lesz az, aki majd a következőben az óvodát fogja vezetni. És az intézményvezető helyettesének megbízása ez, ami hiányzott ma a szervezeti működési szabályzatból, hiszen erre pedig most került sor december végén, mert
ugye az előző vezetőhelyettesünk Nemes Sándor Csabány fiatalításra átadta a stafétabotot, és ez ugye hiányzott belőle, hogy az intézményvezető helyettes kinevezéséről az intézményvezető dönt, kikérve a nevelőtestület véleményét, és a kinevezés 5 év határozott idővel szól, és ez így is történt nálunk december 27-én. Ennyi kiegészítés lenne a szervezeti működéshez. Köszönöm szépen! Szeretne valaki hozzászólni? A hozzászólás során a oldalszámot kérjük megjelölni, hogy oda tudjunk lapozni. Ha nem, akkor köszönjük szépen a munkát az előterjesztés tekintetében. A képviselőtestületnek a dolga a jóváhagyás, tehát a fenntartói jóváhagyás, hiszen az SMS-t a nevelőtestület fogadja el, a fenntartó adja jóvá. Úgyhogy egy jóváhagyó szavazása kérem, igen. Köszönöm szépen, egyhangulan jóvá hagytuk. Köszönjük szépen, óvodavezető asszonynak a előterjesztést. Következnek akkor a rendelet terjedetek. Az 7. napi rendi pontban vagyunk. Rendelet tervezet az önkormányzati kezelésű közutak forgalmi rendjére. A 2015. októberében elfogadtunk egy rendeletet, amely szabályozta az önkormányzati kezelési utakat. Lényegében a jelenlegi szabályozás nagyrészt megegyezne a régivel, egy-két pontosítást tettünk bele. Például ebben még szerepelt úttörő utca, nyilván kivettük. Az első csigarás kötelező, azt hiszem, hogy megegyezik azzal, ami korábban volt. A stop feliratok is, sebességkorlátozás nincs. Igen, valamit ellenőriztek a kollégák, és voltak nem ott levő táblák, nem most, hogy ezt eltűnt, ellopták, kitörték, kivették. Lényeg az, hogy néhány táblát majd pótolni kell. Illetve hát látszik itt a 12. paragrafusban, hogy a Baktár utcai szakaszt, amit lezártunk, azt továbbra is fenntartanánk. A többi azt hiszem, hogy pontosítás. Igen, azt hiszem, hogy nem. De aki szeretne, tessenek hozzászólni. Mennyibe fog ezt kerülni? A rendelet elfogadása? A papírállában. Táblapótlás. Azt hiszem, hogy 5 vagy 6 táblát kell pótolni, tehát kibírható összeg, és nagy része van is itt a raktárban nekünk. Ugyan használt táblák egy része, de kihelyezhető. Megoldható. 13. paragrafus D. 13 D. Helyeztessen ki, nem helyezzen, mert gondolom nem te viszik ki a táblát. Hát én továbbadom a feladatot. Helyeztessen. Ez beletett. Hát ezt elolvastam. Na. Igen. Jegyzőnek adjátok feladatokat. Valahol olvasom. Hát ez tovább kapja, ami megfogadja az én dolgaimat. Viszont. Addig elfogadjuk. Jó, teljes. Mondjuk el. Most abban a szempontból nehezebb, hogy nem kezdtem el hozzá térképet rajzolni, mert a 2015-öst azt egy pénzbe én rajzolgattam be, de ez most nem volt üdvözlöm, de egyébként nem kötelező, hogy legyen hozzá a térkép, hogy nyilván az a kötelező. A 6. paragraf. Itt a megállni tilosítja az önkormányzat előtt itt a kapunál. És onnan már hova tűnt az a vas? Mert csak a 3 lefogadó. Itt van bent, valószínűleg úgy ment át rajta a nekem az a gyanúm a bankos kocsi, hogy feltéphette, úgyhogy majd vissza kell tenni. Hogy lehet? Meg van csomag az egész. El van tekeredve a kitámasztói. Erősen vasat kell gyártanak. Jó sok tábla van kint a munkában is.
Van, van. Van. Ja, amit még pluszban, igen, hetedik paragrafus lesz a plusz, a várakozni tilos. Hát a kisközben a házat megvásárló család előszeretettel áll meg a kiskapunál, utána pedig nem lehet elmenni, úgyhogy jött a gyakorlatilag az a 80 méter az azt jelenti, hogy ahonnan a hercegék előtték kezd kitágulni a rész, azt várakozni tilosra szeretném És akkor ő hol tud megállni? Hát mondjuk a másik oldalon, akár a Szövetkezet utca felől álljon be a udvarra, vagy ott van a sarok, a sarok, ott bőven van 3-4 kocsi, el is nem csak egy. Nem kell az ajtói kocsival menni. Ha valaki ilyen szűk utcában kénytelen megáll. Azt hiszem ennyi. Elég alapos. Hát most, ugye 15-ös most felülvizsgáltuk, és akkor reméljük, hogy ez szintén legalább 8 évet kitart, és akkor majd 8 év múlva, akik itt lesznek, majd felülvizsgálnak. Elég kimerítő, így látom, hogy mikor van tényleg okos ezek mindig. Igen. Megalkotjuk a rendeletet? Igen. Igen. Köszönöm szépen. Egy hangot megalkottuk. Még egy rendelet módosítás van. Kaptunk egy szakmai tájékoztatást. Mi ez? Szakmai segítségnyújtás a kormányhivataltól, amelyben megállapította a kormányhivatal, hogy ez a rendeletünk, ez a közterületek ellenőrzési házszám megállapítás, hogy a záró rendelkezésekbe helyeztük el, hogy a jegyző feladata lényegében a házszámok megállapítása, és a kormányhivatal szakmai segítségnyújtója szerint a záró rendelkezésbe ne tegyünk felhatalmazó rendelkezést a jegyzőnek, hanem tegyük bele a részletes rendelkezésekbe. Úgyhogy így a kell megállapítani, helyett a jegyző állapítja meg lesz, és így a 10-11. Paragrafusokra nincs szükség, hogy milyen felhatalmazások a jegyző. Úgyhogy játék a szavakkal, én még jogászként is ezt mondom, de legyen akkor, örüljenek, ha... Kaptál még egy feladatot. Ha ez a... Nem, ez a régi feladata, nincs új feladata. Akkor megerősítjük. Lényegében, ha ennek a munkacsoportnak, akik a kormányhivatalban önkormányzati rendeleteket olvasnak, ez fontos, hogy ők ezt így lássák, akkor 2018 májusa után. Már kicsit van, amit megjelentem. 5 év után észrevették. Hát akkor... Nekik jobb, ha ez a rendelkezés nem a 10. paragrafusban van, hanem a 8. legyen a 8. Nem is értettem, hogy ti küldétek, hogy ez mi az van szó kérdő. Ilyen. Küldnek ilyet elég sokat mostanában. Hát ők is dolgoznak, nem? Hát legalábbis ezzel próbálják mutatni, hogy teszik. Hogy figyelnek. De... Mi 3 napon belül feltöltjük a rendeletet, tehát... De nem baj, 358 önkormányzatot kell nézni. Kérdezem akkor, hogy elfogadjuk-e a rendelet módosítását? Igen. Köszönöm szépen. Egy hangulat, elfogadjuk. 8. pont, 9. El is jutottunk a 9. napirendi pontig, amely az egyebek nyilvános ülésen tárgyalandó része. Én nem hoztam egyebek nyilvános ülésére, tessenek parancsolni. Mit tudok a mai tűzesetről, vagy a tűzről, amit égett valami gumi megint már itt, akkor a szomszédaim, hogy intézkedjek már valamit, és mondtam, hogy ne hívják fel a rendőrséget. Vagy a jegyzőt, mert nagy fekete sárga égett a gumi, délelőtt. Hát megint onnan. Hát, hogy állítólag volt valami majdnem lakást. Inkább az fontosabb, hogy valahogy. Hát majd utána járunk. Én tegnap este is láttam a taktaközterről tűzoltó autót. Hát, beindult. Tehát látszik, hogy
van itt a környéken olyan gazda, aki gyufával szokott kaszálni, elkezdte a kaszálást, és nyilván, ha ez estébe hajlik, akkor bizonyára könnyebb észrevenni, bejelentik, tűzoltók jönnek, megpróbálják elverni. Van, amikor okod olyan kárt, mint kiégetted a szép fa ott a Tatraparton, van, amikor tényleg csak a száraz hőégle, de a probléma az, hogy azért beszalad az erdőbe is, azért ha emlékszünk a pedagógus körbe többször bement, nem biztos, hogy jót tesz az erdőnek se, ha nagyon nyargos a fa törzsét, és teszem azt leég róla a hágy, akkor sérülékeny a fa, esetleg ki tud száradni, nem jó ez. Ha már valaki úgy gondolja, hogy ezzel a nem túl szabályos módon gyufával kaszál, legalább ott lenne a helyszínen, és állna ott egy lapáttal, vagy egy ekés traktorral, hogy meg tudja akadályozni, ha tovább akar terjedni. De hát ez minden éven probléma, amikor meg fogjuk hívni a katasztrófavédelmet és a hagyományos éves beszámolójukra, ahogy ez minden éven elő szokott fordulni, ez újra téma lesz. És nyilván mi majd elmondjuk, hogy ez van, ők is elmondják, hogy van. Tavasszal ez a vonulásuk. De egyébként még mindig jobb, mintha a házak égnének, de a legjobb, ha ez tényleg, aki ezt okozza, az legalább odafigyelne, hogy annyi égjen le, aminek muszáj, nem itt mindenbe belemenni. Még azt szeretném, hogy a borsod víz mikor jön vissza a fejezetet? Ezt akartam. Jó, mondjam. A munkáját, meg ezt az útjavítós táblát mondjuk összeszedni, meg amit még kell. Meg a táblájukat visszaállítani. Nagy árkot se csinálták meg. Múlt héten beszéltem a kirendeltségüzemelnökség vezetővel, és áprilisig kért szaradékot, hogy ők addig megcsinálják. Mondtam neki, hogy na akkor már jó idő volt, üljünk be egy kocsival, menjünk, végignézzük meg, azt mondja, hagyd kérjem már még egy kis aradékot, mert csinálni fogják, hogy csinálják, és akkor áprilisban térjünk rá vissza. Hát mondom, jó, akkor csináljátok, de áprilisban nem úgy térjünk rá vissza, ahogy ott tartunk, ahogy most, hanem akkor tényleg legyetek előre is, már csak azt állapítsuk meg, hogy na, 100 helyen kellett megcsinálni, még itt van 3, ezt csináljátok meg. Csak hát reméljük így is lesz. Mert elég kellemetlen, mert a fekete angyal a kodrásztevőt megcsinálták, az enyémet megcsinálták, a szomszédom kimúlt, az övét is megcsinálták, és levonultak. Uh-huh. És akkor mondják, hogy az enyém megvan, hát azért a bombáték mi volt, amikor... Na jó, hát ezért nem neked kell szégyenkezni. De én nem szégyenkezek emiatt, csak tudom, hogy kellene... De amúgy a bemrákózni sarkán az út irányjelző táblát, az nem fekszik, mert Kisgergőik visszaállították. Nem az sem Borsod víz állította vissza, hanem a mi embereink. Hát, meg. Volt már ilyen. Ahogy amikor a Gödröt ott hagyták az út szélén, teszem azt a pékségnél, azt meg Varázsigolyék állították vissza. Az se ő. Inkább parancsoljuk. Igen. Még csatlakoznék ehhez. Az a baj, hogy nagyon nagy hasznot csináltak, mivel új vezetékek lerakva, de mellette rengeteg kárt. Az utak például, még a kerékpárunk sok helyen felszakították, nem vágták, nem néztek, felszakították, úgy maradt. Egy példa a sok közül. Magtárról kanyarolunk ki a Vörösmarty útra, tehát jobbra, Tisza út felé, mindegy. Ott ugyan földdel meg van tömve, de lehet, hogy még az is használ a hátalunk, legalábbis ilyen nem tudom milyen földdel, de ott is, ha valaki abban bemegy, abban kivágott, vagy kiszakított kerékpárút utáni, vagy előtti, vagy nem tudom milyen területre, az is egy nagyon veszedelmes dolog. És ha meg kanyarodunk, vagy innen átvegyünk a temető felé, ott is csúnyán hagyták ott, tehát van nekik bőven. Úgyhogy én nem bánom egyébként, hogy tehát megvan ez egy picit tolva, mert jobb idő esetén jobban meg lehet ezt csinálni remélhetőleg, de nagyon oda figyeljetek, mert nyilván együtt fogjátok bejárni, addig összegyűjtitek, és akkor konkrétan megmutatni, hogy na ide ez, ide mit tudunk, ide nem tudom mi, hogy az olyan legyen, amilyen. A lakosság nagyon... Milyen sokáig volt nyitva a temető előtt is, mire már majdnem, nem is tudom. Általában a módszer az, hogy hívom az üzemmérnökségvezetőt, nem haladunk, hívom a kirendeltségvezetőt Tokajban, nem haladunk, hívom kell a cégvezetőt, ő akkor kiadja, akkor haladunk valamelyest.
De valami nem kell elmenni a cégvezetőik, hanem őket hívva is valami történik. Valószínűleg szétforgásolták ők is magukat, de milyen sokat kellett hívogatnom arra is, hogy legalább karácsonyra zárják már be azt a gödröt, ami a temető előtt volt, mert azért karácsonykor is van temetőlátogatás. Miközben utána még több hónap telt el, hogy egyáltalán rá legyen kötve a vízszolgáltatásra. Na, már lenne még kettő dolog. Na. Azt mondja, hogy a... Hogy is akartam? Kábítószeres ház előtt van egy Audi, amely rajta van a kerékpárunk. Audi az? Nem is tudom. Audi. Na most jó lenne tekket, megket, nem tudom kiket felszólítani, hogy vagy tegyék be a portára, vagy vigyék el onnan, mert rajta van a kerékpárunkon, rajta van az úton, tehát nagyon rossz helyen van, és ott végképp nem jó állapotban van az. Millió helyen el lehet is helyezni, akár Tatarkányba is, de onnan jól lenne elvinni. Másik dolog, ez már örökhír, autós mosó működik éjjel-nappal, tenni kell bele a forintokat, ja. egy százas 30 másodpercet működtet, szépen le van éve ennek a kezelése, úgyhogy szuper, tehát éjjel-nappal folyamatosan, csak 10. Meg az a fényernyő is van, ahogy mondják az? Ami vízletek. Viaszoló. Mindenféle szolgáltatása van. Jó, erősen a másik, még nem próbáltam. Még én sem próbáltam, de ma megálltam és megkérdezem. De Marja a festéket is akkor csinálja. Úgyhogy ez már ez jó viszont öregben. Igen. Fogom próbálni. Még nem értem oda. Jó. Igen. Viszont, ez már nem jó. A magtár ugye nagyon rossz állapotban van ez az épület. Hogy a jelenlegi gondozója, ápolója, tulajdonosa, akkor valahogy körbe keríteni, mert az a lőróga, ott megállhatott és felelőtlenül szerelmi kocsikkal, a tető beszakadva, és a veszélyes a járókelőkre, a járművekre, a gyerekekre. Hál' Istennek a gyerekek már, ahol megépült a szép emlékmű, ott már nem fociznak, mert az féltettem őket. Tehát ott is úrban van most már nevem. Most már a foci jó helyen van, úgyhogy ott még lehetne neki valamit csinálni, mert azt ő elfelejtett. Most már nem is elfelejtett. Én is ma láttam ott állni egy sárga buszparkolni a Magdár mellett. Is, ugye? Egy Magdár mellett egy sárga buszparkolni. Gondoltam, hogy sárga, oda mellett. Nagyon volt? De oda állt az oldalába? Oda állt az oldalába. Hát nem néz fel. Elgondolkodtam, hogy tudja, hogy hova állt oda, hogy bármit elállt volna. Bart is mondta, hogy majd nem, egy sárga. Kárpótolnak. Tudod mikor? Egy régi ugyanolyan, mint a sose. Akinek kaszkolja veled, megoldja belőle, de hát most már hiányzik össze, nem hiányzik. Körbe lehet el egy picit. Különben már szégyen, hogy kinéz az ott. Hát, akkor kicsit kerékpárút, utána elmondom a mantát. Jó. A kerékpárúton rajta vagyunk, a rendőrséggel ma egyeztettem, tehát először ki kell nézni itt a tulajdonosat, és annak függvényében fog megtörténni az intézkedést, tehát mi nem tudjuk, hogy ki. Nem is volt meg a tulajdonos. Hát a rendőrség most már megfogja. Nem lehet odaíteni négy ember, hogy odaít a szemben? Lehet, csak nem szabad. Nem szabad. Nem szabad ott a kerékpár útról lemenni. Akkor meg az útra teszed. Tehát rossz helyen. Valójában nyilván el lehet merítetni, hiszen közterületen van. Hát, de most annak van egy költsége, ha egy szakszerű autószállító elviszi. Amit nyilván a tulajdonos kárára majd át lehetne hárítani. Mikor kapjuk még vissza azt a pénzt, amit nem tudom, egy autószállító azt mondaná, hogy 100 000 forintéről léviszi 20 méterrel? Hogy kapcsolódja? Úgyhogy tudjuk meg, hogy ki a tulajdonos, és csak ez lassan halad. És tényleg befejezem. Szintén van egy álló jármű folyamatosan, a trafik mellett van egy szomszéd. Annak mindig van egy lepukkant járműve, kész haza, mindig látod. Most egy Opel van ott, egy leszakadt, lepattant, nem tudom mi. De neki van saját udvar, akkor tolassa be öt kamatos cigánygyerekkel. Jó, tudom. Betolnák neki, és akkor sem. Ott mindig áll egy jármű, most is áll. És valami veszélyes, mert jön a busz, akkor ha innen jössz. De ezt fel lehet szólítva már a tulajdonos, mindig ha fel van szólítva, akkor eltűnik az autó. Csak mindig kerül elő egy másik. Mindig kerül elő egy másik. És nem tudom belőle, hogy egyszer fel lehet szólítva, vagy akkor másiknak is fel lehet szólítva. Viszont akkor még tovább megyek egy nagyon viszont. Ha ezt az autót elhagyjuk és jövünk a falu felé, nyilván emberek, akik ott laknak, ott parkolnak le, de rettenetes rosszul. Szóval megállnak a lakásuk előtt, ahelyett, hogy ráállnának a hídra, nem állnak a hídra, és ott
megint a busz mondom, számtalanszor van, hogy jössz az állomás előtt, vagy fordítva, jön a busz, és ott bizony jó, valaki nem áll meg például, lehetne baj. Ott a lakosok rosszul parkolnak. Ennyit erről az egészről. Sajnos itt van a baj. Higgyétek el nekem. Van, hogy nem ülnek le, nem beszélik, mert nem gondolják át, hát rosszul és így tovább. Ennyi az egész. De ezt biztos tudnál a rendőrséggel szólítsuk fel. Úgy tenni, hogy semmi. De be tudnál a hídjára például. Köszönöm szépen. Rendben. De van olyan, akinek olyan hosszú a kocsia, hogyha beáll, akkor a járdát fogja elérni. Én már láttam ott. Majd így csak meg. Álljon az utolra. Hát ez is jön. Nem tudok mit mondani. Köszönöm. Jöhetsz a... Na, Magdár. Tavaly nyújtottunk be egy pályázatot. Arra, hogy a Magtár, ami egyébként belülről nem tudom ki ismeri, egy háromszintes épület, abból egy közösségi téret legyen. Ezt a jelenlegi tulajdonossal, az Agronomics Kft. Tulajdonosaival megbeszéltük, hogy akkor ők ehhez hozzájárulnak, hogy magába a pályázatba belekerül a vételár is, abból meg tudja vásárolni az önkormányzat, és akkor abból szépen felújít. A probléma az volt, hogy nagyon, tehát ami terület van a megyei terület és településfejlesztési operatív program plusz, tehát a 21-27-es időszakra járó pénzforrásban, úgy hívják, hogy Délkelet-Zemplén. Ebben lényegében a Tatra köz, Harangordvidék és a Bodrog köz van benne, ezek egyse a leggazdagabb részei az országnak, viszonylag alacsony összegű keret volt benne. Reményeink szerint ez az újabb kiírásban egy magasabb összeggel fog szerepelni, és akkor idén újra be tudjuk nyújtani ezt a pályázatot, nyilván a tervező majd ad hozzá egy új költségvetést, lehet, hogy egy picit igazítani kell, ha az árak változtak a tavalyi évhez képest, és én azért nagyon bízok benne, hogy ha ez nem nyert, most akkor majd meg fogjuk nyerni a következő körbe is, jövőre vagy nem tudom. Hát, legyünk optimisták, jövőre elindulhat annak az épületnek a felújítása. Kimondhatjuk ezt, hogy ez műemlék, mert szerintem nem az. Nem mondjuk ki, mert nem műemlék. Az más kérdés, hogy majdnem 300 éves, de nem műemlék. És az építés terén nem is baj, nem műemlék, mert azért eléggé megnehezítené. A helyállítás. Olyan sincs, hogy fokozottan véget? Nincs. Nem? Nincs. Nincs neki olyan? Azt nagy baj lenne, mert akkor még másik 46-óság még eljönne megnézni, és akkor még ezt tudná évekkel húzni a lejárást. Nem hiányzik nekünk ez, hogy védett legyen. Illetve, ha már felújítva lesz, utána lehet védett, de addig még ne védjék. Vagy ha védik, akkor tegyék rendbe. De így, ha ránk vár a védettség, vagy a rendetétel, akkor... Ha tiéd lenne, vagy az egyik, hány felszólítást kaptunk volna már, hogy tegyük rendbe azt a helyet, mert ott az életveszélyes, rendetlen, koszos, piszkos, nem oda illő a környezet. Na minden? Hát így van. Ezt én csak mondom. Én lehet, hogy már máshol elég. Annyi büntetést kaptam volna. Előtte pedig elkészült a emlékmű, amely a Petőfi 200 ideigleves kollégióra kiért a Nemzeti Kulturális Alap. Végülis jobb lett volna, az eredeti célunk mi volt, egy nagy álló Petőfi szobor. Arra egyébként elkészítette Eker Robert is, és Töröki Bolya is egy-egy tervet. De hát azok 10 millió forintba kerültek volna, és így összességében nyertünk kettőt. Na most 2 millió forint, ami egyébként egy bronz mellszobor, rátéve egy dombormű rátéve egy emléktáblára, plusz a tér kialakítása, hát körülbelül ez az, amit fedezett az összeg. Erre már nem hívtam fel a településünkről elszármazott művésznőt, mert gyakorlatilag ez egy ahhoz az eredeti tervhez képest egy minimálisabb összeg volt, amit jóvá hagytak. Lényeg az, hogy el tudott készülni, van most már egy 1848-ra emlékező emlékhely településnek. Óvoda vezető azt mondja, ha itt lenne, ugye sajnos már elment, meg is tudná említeni,
akik ott voltunk a lavatáson, már nem voltak szúrva a két László. Miért? Mert ők már kivitték még ahhoz az 1976-ban, 70, vagy volt? 150 éves évforduló. 73-ban elkészült emléktáblára és a bahorházhoz a gyerekeket, hogy valamihez kötődjenek, hogy valahol ünnepelni kell. Na de hát ez egy emléktábla, amire rá van írva, hogy Petőfi Sándor emlékére 1976, hát 73, hát ez nyilván a gyerekeknek nem mondott sokat. De így, hogy legalább van egy dombormű, amely az egyik, ha nem a legnagyobb költőnket ábrázolja, aki azért az 1848-as forradalomnak egy emblematikus figurája volt, hát mégiscsak most már tudják valamihez kötni ezt az ünnepet, hogy oda kell menni, ott teszi le a zászlót, ott mondják el a mondókát, vagy énekelnek. Ez most már az ő szempontjukból is fontos. Na most lehet vitatni, hogy jó helyen van, vagy nincs jó helyen. Ha megállunk a Bem utca és a Rákóczi utca kereszteződésénél, teszem azt a községháza felül, akkor jobbra látjuk az 56-os emlékművet, balra a 48-asat. A Rákóczi utcáról, amely az egyik legfrekventáltabb utcánk, belátható mind a kettő. A gyerekek, akik járnak arra iskolába, találkozhatnak ezekkel minden nap. És miután Petőfi utca sarkán van, még csak az az indokunk is volt, hogy ott került elhelyezésre. Lehet aztán itt ezt cincálni, hogy most mit lehetett volna abból a 2 millió forintból csinálni? Semmit. Vagy elkészíteni az emléktáblát, vagy visszaadni az államnak, aki adta, mert emléktáblára adta. Tehát ezen itt lehet. Úgyhogy én azt mondom, hogy örülök, hogy elkészült. Most már azt mondanám, hogy meg vagyok nyugodva, mert amire szükséges, hogy legyen emlékművünk, arra van. Még lehet, hogy egyszer a sárkánytörés emlékére Tompa Mihályról valami emléket tudnánk állítani, de ha nem is készül el, gyakorlatilag mindenre, ahol egy év alatt meg kell, hogy álljunk, 1848-tól az augusztus 20-ig, 1956, a kommunizmus áldozatai, az első-második világháború, a Trianon, sőt a Tatarkányban egykori a Gárdonyi emléke. Ezek mind olyan jelképei lettek a településnek, és azért tettünk mellé mást is, azért a temetői emlékmű is rendbe lett éve, a címerfa ott van, a Tatarkány felirat. Szerintem emlékmű tekintetében talán megnyugodhat. Tudod, mi volt a számára? Igen. Nem. Ott van a Petőfi utca végén, és ugye mellette van, vagy vele párhuzamosan az Arany János. És hogy kerülhetne mellé egy Arany János is, mivel ugye jó barátok voltak. És hogy a két utca ugye egymás párhuzamosan. És írt egy levelet Arany Lacinak, vagy egy verset. Hát ez is csak egy olyan, hogy úgy kerül. Facebookon megjelentették. Volt benne ízetlenkedés is, és volt öröm is. Tehát én nagyon örömöm volt, amikor abban a rossz időben egész szép számmal voltunk ott a leleplezéskor. Te kis doktorta meg. Hát ez azt hiszi, hogy megint megteszünk. A számnak a beoltása, mert a kőr is, amit lehetett valóta, ahol már beoltják őket valami kertész. Mert most csak úgy elvettek küldetve a facsemették, és hogy gömbkőrissé lesz. Igen, hát ez valójában a kertészünknek a túlterheltsége. Eleve mondtam, hogy vegyünk tényleg gömbfát, azzal pótoljuk ki ezeket. Nem, ő majd be fogja tudni oltani, természetesen nem volt rá ideje, úgyhogy... Most van gyümölcsoldó boldogasszonynak a mostanában. Most van, de nem is kell, hogy beoltsa, mert betettük a közfoglalkoztatási programba, a gömbfákat pótoljuk. Tehát ott is, ahol nem gömb van, már azok a fákat ki tudja cserélni, kiveszi, beteszi a gömböt, az pedig elteszi máshova. Oké, a másik, hogy olyan a temetőben a fakivágás, amit beszéljük a burkolóra, hogy valami 8 fát ki kell várni, mert van a kornába, vagy mi az a bírás? Nagy egy jónak is legyen egy-két válasz, de most egy korábban van, tehát a Magyarországon kivágták,
még majd szerintem ki fogunk menni valamelyet, és megnézzük, hogy mi az, amit még csinálják. Csinálják, nem csinálják. És akkor mi az, amit kell. Ha megvan, hogy ti már egy, akkor még van. Már nem is kezdődtem a munkát, de a jó, hogy kéne bőr. Rengeteget, tehát már most szerintem 4-et ki is vártak még a 8-ból. Úgyhogy jöhet a ügyetes. Emlékmű ügyébe egyetértünk amúgy mindannyian? Igen. Jó. Akkor legalább az én megnyugtatásom, de egy szavazásra hagyjuk már jóvá. Már mi? Hát hogy ott jó helyen. Jó, arra, hogy itt Petőfi emlék akármicsoda legyen. Jó, akkor én ezt nem feszegetem. De szavaztunk róla. Ezt nehéz még megértette az emberekkel, hogy miért tartó, miért szob olyan bazen. Hol látod? Nem tudom elmény, nem sajnálni. Miért nem tudom járni. Meg olyan, aki nem is itt vagyik a telepítésen, az is. Pont az a lényeg szólta meg, akivel nem kell foglalkozni. Hát azért messzire mennek, amiket tudom. Hát én tudom. Én egyébként nekem tetszik, aki érzékeli, hogy miről szól egyébként a nemzeti összetartozás emlékműve is, az is meg tudja érteni, hogy valójában, amelyet már a 98 és 2002 közötti időszakban is hangsúlyoztak, első Orbán kormány idején, akkor még csak magyar igazolvány, tekintete volt ez, hogy elindult, és végül is a 2011-10 után, mikor a kettős állampolgársággal megtörténhetett, a magyar rendet határozon át hívelő újraegyesítése. Tehát miután a föld szintjén nem sikerült újraegyesíteni, és nem is fog, nyilván mert a határok azok adottak, de lélekben a magyar rendet újraegyesült, azzal, hogy azok, akik nem itt élnek, hanem ott, ahova egyébként születtek, meg a szüleik, nagyszüleik, ők szüleik, bárki, családjuk oda született, ők azzal, hogy ugyanolyan útlevelet kaphatnak, mint mi, akiknek szerencsénk van az ország határain belül élni. De ha más tervek születtek volna, akkor lehet, hogy mi is kilógnánk már ugyanolyan értékű állampolgárok. Hát ez jelenti az ívek. Azt, hogy a művész még oda milyen alakzatokat, csillagot hozott el, az már nyilván a magyar mondakincsvilága, de az ívek ezt jelenti. Egyebek napi rendőpontban. Még annyit, ha mondjak már visszatérve erre a dobbarműre, hogy azért szólt a hálaléjét, hogy a temetőből lett elhozva a világháborús, és én úgy elgondolkodtam rajta, hogy ott el lett volna dobva, és az enyészeté lett volna verve. Igen, enyészeté lett volna. Helyette a polgármesternek volt annyi eszte, hogy elhozatta ide, itt őrizték egy darabig, igen, és mikor megvolt a, hogy hova fogja fölállítani, akkor felújítatta, és rátette Petőfit, hogy ebben mi a rossz, én azt nem értem. Szerintem pont ez a jó, hogy azt a régi dolgot megbecsülte, és újra felállította. Hát a temetőn úgy lett a helyén. Igen, hát azért az meg nem maradt ott, hogy nem szétverjék, hogy lába kelljen, hogy Isten tudja, nem tudom. Hát lába nevek kellett volna, viszont szétverés lett volna nyilván a vége, hiszen ez nem egy hagyományos sírkő, ez egy emléktáblának készült eleve, és most is emléktábla. Igen. És fel lett szépen. Homokszórással rendbe tette a művészet. Igen, ezért mondom, hogy ezért bántani polgármestert meg bennünket nem is érteni. Köszönöm. Én is. De még Barnában maradt egy gondolat, a nyilvános üdvény. Igaz, hogy a labdarúgással kapcsolatos tevékenységemet egy időre felfüggesztettem, ugye lelkásra fogalmazott, azóta a vérnyomásom is helyre billent.
De most meg már túl alacsony? Meg az asszony is visszavonta a keresetet, úgyhogy... De viszont, hogy a büszkeség az, az attól függetlenül megvan, hogy említsem már meg, hogy elkezdődött a tavaszi szezon, és az első tavaszi mérkőzése idegenben Karcsán sikerült győzni 4-3-ra, illetve a másodikon is. Igaz, hogy 2 hét szünet volt, mert a korlát visszalépett ugye Encs után, és azzal a mérkőzésünk elmaradt, de most is a második mérkőzésen szintén idegenben 2-1-re győzött a csapat, úgyhogy reméljük, hogy most már indul a felfelé. És a következő heti, vagy a hétvégi mérkőzés azért mindig nem itthon lesz, hanem Göncön, és majd utána áprilisban. Jövünk haza. Hát ritkán. De ebből is látszik, hogy... Bár amikor nem tudtuk őket megvenni, az volt az edzőjük, aki most nekünk. Igen. Ebből is látjuk. Elhoztuk az edzőjük. A megye 2-es osztályban is nagyon sok pénz van. Én ennek sose voltam híve, és ugye itt látszik az, hogy ahonnan kivonul a pénz, ott megszűnik a csapat. Tehát ott valójában nem az összetartás ereje tartja őket egyben, hanem a pénz, és ugye így szűnt meg egy nagy hírű klub, vagy Encsen, meg Korláttal is. És ez igen, végülis... Szétszólott a játékosok mindenfelé. Az teljesen megdöbbentő volt, hogy még ha támogató ki is vonult, mert bármilyen megkontrolása nem akart már rászállni. De hogy a játékosokban sem volt annyi elkötelezettség, hogy azt mondják, hogy akkor ezt a tavaszi szezon maradjunk ottól, elkezdtük, fejezzük be, ha ingyen. Úgy tovább mentek másra. Tehát tovább Garadára például, ugye ezért volt egy szó. A Garadai emiatt meg tudott erősödni. Igen. Göncsi labdarúgunk is mentek Garadára, hogy de ennek ellenére sikerült győzni, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit a majd az első. Minden esetre hagyják a fiaink az izgalmakat, mert a Karcsán 2-2 volt az első félidő, 4-3 lett a vége a mielőkra. Garannál 1-1 volt az első félidő, és 2-1-re nyertük meg a végén. Úgyhogy azért hagyják az izgalmakat, hogy a végén, de a lényeg az, hogy a 3 pont minket illesse. És ugyan nem nyilvános, hanem a csoporton belül fel van téve, de hát van egy csapatkiáltás, amit a győztes meccs után, lehet, hogy ez régen is így volt, nem tudom, amikor a halkan elkezdik énekelni, és aztán mindig hangosodik, hogy takta halkán. És csak a település nevét, de ritmusra. És mind a kétszer feltették a Facebook csoportba, amit a egyesület tagjai látunk csak, és akkor ez engem úgy megnyugtat, hogy na azért kezd a sikerek könnyebben összekovácsolják a csapatot. Egyebek nyilvános részén? Van még valakinek? Akkor nagyon szépen köszönöm.